6 óra 8 perc, jó reggelt, és nem csak 6 óra 8, hanem 2023 először élőben a misszánkból. Jó reggelt és boldog új évet, Laci! Boldog hello. Új évet, sziasztok! Szia Gyuri! Jó reggelt, boldog hello, új évet, Anett, boldog új évet! Boldog új évet, sziasztok! Boldog új évet, drága hallgatók, nektek is! És látom, egy pár napot nem teszünk be a lábunkat ide a stúdióba, gyűlnek üzenetek, ajándékok, mi egymás. Anette viszont ki vagy virulva, te ugye megjártad a floridai napsütést. Igen, megjártam. De nagyon ki vagy virulva, azt a mindenit. Nagyon. Az a borvirág, amit gondolsz, az a kivirulás. A híres floridai borászatok. Mi? Ott aztán csöpög a szőlő. Bizony. Ha csak csöpög. De nagyon... mitől vagy ilyen piros? Bor, légkondi a repülőn. És szerintem így. Bor, légkondi a repülőn. Meg kicsit zavarban vagyok most, nem tudom. Tehát... Valami történt. Tudod, hogy valami történt, ami előbb-utóbb ki fog derülni. És ettől féltél ettől a reggeltől, hogy elkezdünk nyomozni, és nem lesz reggel 10, mire mindent elmondasz. Igen, és tartottam is tőle, és próbáltam már a Gyurinak a kocsiban mondani, hogy... Hogy hagyja abba. Hogy vannak bizonyos dolgok, amiről nem szeretnék beszélni. Floridáról nem beszélünk, ennyit kérek. Ami ott történt, ott marad. Igen. Na, van még egy csomó, lesz törős játékunk, golyótörő, van egy csomó golyónk, még a 4-es, 8-as, 6-os, 2-es, 14-es ezek. Igen. És aztán a fát is viheti valaki. Ezekben már semmi nincs, de összetörjük. Igen, még itt van a Christmas hangulat nagyon. Igen. Jó, gyerekek, hát valami akkorán vagyunk túl, én nem tudom, hogy ugyanígy, hát ez a karácsony, szilveszter, ezek az ünnepek, én ekkora zaba Pia parádét még nem éltem át. Pia parádé. Zaba Pia, tehát ez Kaja Pia parádé. Mint mindenki egyébként. Szóval ez, amikor én gondoltam, hogy a szilveszteri burira főzzük egy akkora fazék lencsefőzeléket, hogy sokaknak jó legyen, és aztán kiderült, hogy mégse kell, így tehát anyukámnak vittem egy adagot, egy barátom evett egy tányérral, és az egészet én ettem meg 4 nap alatt. Most nem pici, hanem nagy vécézni volt voltam naponta 4-szer. Na, hát azt hittem, ezt csak nekem mondtad el, de most már... Nem, ezt elmondom mindenkinek. Ez nektek ez nem egy évre. Floridai sztori. Ezzel hívott fel első. Figyelj, naponta 4-szer járok vécére. Óriási. Hát tisztán kezded az új évet. De rossz, most is ilyen vagyok. Mint a kipukkadnék. Pedig tegnap már szinte nem ettem semmit. És még lencsefőzeléket hoztam ebédre. 2 napja vagy 3 napja, hogy ebédre és vacsorára is lencsefőzelék van. De... Annyira eteti magát, annyira finom. Igen. 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 És máskor nem eszik az évben ilyet az ember. Tehát az egész évben kéne. Többször is, abszolút, akkor nem. Igen, igen, egy barom jó kaja, és egészséges, és minden. Na jó, van, nektek hogy telt? Nagyon jó volt, nagyon nyugis volt. Meg volt családnál, nálunk, kajálások, ettem 1 szelet halat halászlében, mert anyósom rájött, hogy csak 2 szeletet főzött a 17 liter halászlébe, és akkor mondta, hogy akkor hát neki úgyse kell, és akkor a tányérjából áthaláztuk az enyémbe, hogy ehessek halat is. A Gusta volt a karácsony akkor. Hát így szoktam én, hát lepattanóra megyek általában. Anyósod szájából kirántottad a talpmarkat. Nem kellett kirántani, átköpte. Azt a fél kis patkó alakút azt átvetted. Igen, ügyesen a szárkáról visszafogadta. Jó, nektek? A karácsony nagyon idilli volt. Te voltál beteg is közben. Igen, hát nekem beárnyékolta szépen ezt a kis szabadságot, karácsony, szilvesztert, ez a betegség. Lehet, hogy ez tőled jött, vagy ez az, ami nálad is keringett. De igen, szépen elhúzódó köhögés, nátha, volt egy ilyen kis szédülés is hozzá pár napig, szóval egy ilyen furcsa dolog volt, de pont elkezdődött úgy karácsonykor, hogy kiteljesedett a 2 ünnep között, és most, hogy visszatértünk, most lecsengett, úgyhogy most ma egészségesen folytathatom a melót. De... Jó, mindig azt szokott lenni, a szilveszterre sose, akár valami nyilvános helyre megyünk, akár otthoni buli, vagy hogy az jól sikerül-e, vagy sem. Jól sikerült, vagy sem? Nekem nagyon. Azt elhiszem, Gyuri? Nagyon jól sikerült. Még így is egyébként. Igen, kicsit szolidabb volt, de jó. Laca? Mi is idén ébren voltunk éjfélkor. Ja, tényleg, nálatok ez a kihívás. Nálunk tudod, azt szokott ébreszteni a feleségemet, úgy, hogy beállítottam 23:55-re én az órát. Neked? Nekem nagyon jó volt. Baráti társasággal, vidáman, ott volt Dombi Tibi is. Fejes Tomiékkal, tehát iszonyat jó volt. Tényleg nagyon jó volt. Én láttam is a Fejes Tomi oldalán, Insta oldalán egy ilyen képet. Mit? Megbeszéltük, hogy nem teszi ki.
Na, de kitette. Próbáltam tovább osztani a mi oldalunkra, de nem sikerült. Na, abban az állapotban nem sikerült. Nézzük, mit írnak a hallgatóink, mert hát ők is nagyon élménydúsan gondolom. Annyi minden történt velünk, míg nem voltatok, gondolom, veletek is. Jött a Jézuska, voltak nagy családi összeborulások, ez nagyjából a Laci dumája, kajálások, ez az én dumám. Egész nap sírós filmnézések, na ilyen nem volt. Mm. A nagykátrai bocskor camp Anettal födém rakás, egyszóval hiányoztatok, bujék, brutál rajongod, Laura. Ó, igen. Képzeljétek el, hogy engem felhívtak. Hogy menjél födémet rakni? Nem, hanem hogy csak kíváncsiak voltak, hogy, bejelentkeztem. Mm. De napszemüveget nem mertem levenni. Ajaj. Na, ő visz közelebb bennünket a megoldáshoz, 10-nél előbb meg lesz. Azt sem tudta, hol van egy interjút, a nemzetközi interjút valakinek. Veremáj. Ja, Morgan, mindenkinek boldog új évet az egész csapatnak, és persze a hallgatóknak is, 2023-ban is itt leszek. Minden adást meghallgatok, mint azt tettem eddig is, és persze megállás nélkül töltöm a hajóágyukat, Jóci a hajósziget elő, még mindig Rotterdamból. Bujékos 608-as Svejreggel, Bocskó Dream Teamnek, Zöldséges Zsoltnak köszi a szervezés és a mandarin. Gyerekek, az a mandarin az fantasztikus volt. Bizony, nagyon köszi. Magmentes és mézédes és könnyen jön le a héja. Ilyen mandarin, nem tudom, hol csinálják ezt a mandarint, de ezt nagyon jól csinálják. Gratulálunk a gyár dolgozóinak. De tényleg nagyon. Ennél jobb mandarint én még életemben nem ettem. A legjobb mandarin ever. És a méret is tökéletes volt. Pont jó, három. Kisebb, mint egy narancs, egyszer. Nagyobb, mint egy citrom. Igen. Igen, vagy egy szőlő, úgy értem. Igen. Jó reggelt, Szabad Csapat, új évet, egész Bocskor család műsorszóróknak hallgatunk egyaránt. Erről mi? Új testvérvárosi kapcsolat jött létre Nagykátra és Miami között. Tehát ez akkor tényleg ott ereszdel a hajam osztál. Erre most döbbentél rá te is, mi? Nem, erre emlékeztem. Nagy kozári fuvaros. Na, Hegyalja úti Isten királyok újévi fogadalom, úttörő beszó, idén is csak titeket hallgatlak, ha talán a best of lesz, akkor sem engedek a kísértésnek. Ez Tonyó írta. Aztán Gabi bátyám, jó reggelt, egészen pontosan 354 nap van még karácsonyig. Mm. Azt hiszem, a héten megveszek minden ajándékot, és letudva az idei év, a McLaren-es. Ja, én is várom már karácsony. És Tibi Dániából. Na, vers! Igen. Júj. Igen, igen, igen. Na jó, nézzük. Guten Morgen, Szabad Csapat, Svejreggelt és Bujék 23 legyen jobb év, ne írjanak hülyék. Ezt a napot úgy vártam, bár Szabin lenni jó volt, rég nem láttam White Christmas-t, de most errefelé hó volt. Remélem, hogy mindenkinek jól telt ez a pár nap, és ha unod fenn a három fiút, főniék már várnak. Folynak majd az izgi témák, mint Dunának a vize, Gyurinak már biztos van egy Terence Hill-es kvize. Bocsi, egy nap vokcival kelt, mert céges buli volt itt, vajon elég volt a házi manners? Vettetek hozzá boltit? Ha jól sejtem, volt Háder úr is, vajon állt vagy ült is? Ha ráérsz, kérlek, meséld mal, de hogy is lett a sült rizs. Laci, láttam, utazgatottán itt-ott meg is ázott, de kapott muffot Anettunktól, így a keze csak nem fázott. Nem. Volt még itt egy szép ajándék, s bár stúdiófényt nem ont, reméljük majd használjátok a tőlünk kapott neont. Javaslom, jól rögzítse fel Lacika meg Ati, mert ha Abaházi eltünteti, szomorú lesz Fati. A csoportból is összeültek jó néhány múlt héten, ha több a jófej vidám ember, mint majáriskor réten. A réten, bocs. És bár pótolhatók nem voltatok, de bizonyság a leleményről, hogy minden napról tudnivalót öcsi küldött szelevényről. Most arra kérünk benneteket, nyomjátok vagy délig, mert nekünk tegnap munkanap volt, ennek én meg is haltam félig. Ha valakinek tetszett a vers, és érdeklődik honnan, sok rím volt már Dániára, Tibi voltam onnan. Nagyon jó. Tényleg nagyon jó volt. Köszönjük szépen. Jöttek ajándékok, jöttek üdvözlőlapok, most itt nem bírom és merem sorolni. Jött valami, bevallom, egy picit sokkot kaptunk, most ma reggel valami kocsinyi, nem tudjuk mi, be van csomagolva. Ilyen három óriási doboz a formájából. De úgy néz ki, mint egy óriási trón az igen. Egyik másik. Igen, harmadik is. Tehát, hogy három ilyen van, és még nem tudtunk el odáig eljutni, hogy kibontsuk, de mindjárt neki kezdünk. Ő lehetett ugye Bali János az Antikuckó Gödöllőtől. Igen, igen, igen. Én találkoztam Jánossal, és mondta, hogy hát a három óriási doboz. Mondtam, hogy a jó, add ide nyugodtan, és felvisszük. Hát ezt nem fogjátok tudni felvinni, de azt nem gondoltam, hogy gyerekek, én nem tudom, én sokkot kaptam a méretétől, tehát, és
mindegy, ő küldte egy kis levél kíséretében, és hát ugye azért, mert hogy mi ezt az orosházi tragédiát, amely sajnos még nagyobb tragédiával folytatódott, próbáltunk ebben segíteni az apukának, és ők is egyébként a Gödöllői Antikuckó segítettek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú történet, hogyha olvastátok a hírekben, akkor tudjátok, miről beszélek, és tőlünk kaptuk ajándékot. Hát majd kibontjuk most, nem tudom, a kibontás is legalább egy fél óra. Igen, rendezzük a sorainkat, visszaállunk így a harci rendbe, és majd utána. Igen, na aztán még honnan Ildikó, Konrád, akkor Roxy, az új hallgatónk, ők küldtek valahonnan, ezt most már elfelejtettem, hogy honnan. Tehát valahol a brit szigetek. Aha. Csak nem tudom, hogy Írországe vagy Anglia. Uh-huh. Egy kis lapot, ez is nagyon kedves. Na jó, nézzük most a magunk dolgait. Időjárás, ami Anettünktől. Nézzük, nagyon ma sem dobja be magát az időjárás, de legalább nem lesz hideg. Sőt, még egy kicsit a nap is felbukkan. Napközben akár 8-13 fok is lehet. Holnap is párás, ködös lesz az időnk, még eshet is. Javulás helyett egy hidegfront érkezik csütörtökön erős széllel. Pénteken aztán, miért ilyen verserősen mondom? Nem tudom, de nekem most tetszik. Vártam most a rímet tetszik. A végén. Igen, annyira, ez olyan rossz. Na pénteken aztán újra előbukkan a nap, már 16 fok is lehet itt, ott. Na, Benjamin és Genoveva, így mondjuk magyarul? Vagy Genoveva? Nekem mind a kettőt tetszik, de szerintem Genoveva. Genoveva, mi? Ge. Igen. Ge. Genoveva. Ge. Jó, de ezt te tudod, mert láttál már ilyen embert? Így mondjuk magyarul, nem tudom, valahonnan tudom. Hát az ember ezeket... Igen, de ha Olaszországban vagyunk, akkor... De nem vagyunk. Igen, jó, de nem vagyunk, persze, én értem, hogy Genovévának hangzik jól. Igen. Genovévának hangzik bénán, és nálunk meg bármi, amilyen J-s, mint Johnny vagy Jennifer, azt mint DJ-vel kell írni. Hát, az meg hát ez a nagy baj. Ez a nagy baj. Na jó, 135 éve szabadalmaztatták a szívószálat. Köszönjük Marvin Chesterstone-nak. Bizony, nagyon. 67 éve született Mel Gibson, azaz ő 67 éves ma, ugye? Tehát ezt akartam mondani. Igen. Ez egybeesik, igen. Jó. 54 éves Michael Schumacher. Szegény, és tényleg bárcsak lenne hír róla. Hát bár. De... Nagyon-nagyon összezár a család és a baráti kör. Valószínűleg így kell, ez a ritka egyébként, de így kell. 1870-ben ezen a napon kezdődött meg a Brooklyn híd építése. Az ugye New York tulajdonképpen legszebb hídja. Így van. Igen, a 31 éve volt az első szívátültetés Budapesten, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem ér- és szívsebészeti klinikáján. A páciens később megnősült és családot alapított. Wow. De jó. És 2009. január 3-án a Bitcoin indításának dátuma ez. Ez az első blokk bányászása, Júli. Lehetően ez bármit is. Igen. Lett volna 13 éven megérteni, hogy ez miről szól, de nem. Ne aggódj, nem lettél volna vele előrébb. Amennyiért vettem, én ezelőtt 5 évvel, na pont annyit ér ma is. Tehát, hogy de olyan lelkes semmi. Voltál múlt évben. Igen, akkor szépen emelkedtek az árfolyamok, aztán azért ezen gazdagodtak vissza. Meg csávók. Tehát azért, tehát van egy ilyen, az, most dobja nekem a YouTube folyamatosan, egy esküszöm 20 éves milliárdos csávó, azt hiszem svéd, valami Jank Runefeld, vagy Karl Runefeld, vagy nem tudom micsoda, az nyomja folyamatosan videóit, hogy most éppen vett 1 millió dollárért karórát, most már ez a harmadik Bugatti, amit most vesz. Most elmegyek Dubajban, mert ott lakik egyébként, megnézi, hogy melyik magángépet vegye, de ő inkább a nagyobb Airbusra hajlik, nem a Gulfstreamre, a kicsire. Ilyenek, és az a csávó szerintem 20 éves, és ilyen bitcoin dolgokból lett ilyen brutál gazdag. Igen, és ezért is csábító ez a dolog, mert aki, is az akarsz lenni. Akinek bejött, az nagyon tolja. Aztán utána jönnek az ilyen csontvázak a szekrényből, nem tudom, biztos olvastad, de mint ez az amerikai srác, aki az egyik ilyen legnagyobb tőzsdét üzemeltette, és bedőlt, és egy dollármilliárdos ilyen történelmi csalás van mögötte. Oh. Bitcoin csalás, és most áll majd bíróság elé, és a többi, és a többi. Tehát hogy nem lehet még szerintem ezt tudni pontosan, hogy hová mennek a szálak. Érdekes minden esetben. Na jó van. Miskolc 5 fokos, 10 fok lesz és felhős. Houston, egyébként a barátom Houstonból azt mondta, hogy valószínűleg te tényleg nem nézed meg, mert közze nincs az időjárásnak a houstoni időhöz. De most megnéztem. Hát itt tudom neked 26 megnézni. Lesz. Nézd, ezt nézd. Itt. De most pont ráhibáztál, látod? Itt van. Tényleg ráhibáztam. Egyébként üzenték Gyurinak Miami-ból is, hogy nem nagyon pontos az időjárása a fél évvel ezelőtt. Nem, a Gyuri trehány. Tehát alapvetően Miami-ről nem beszélünk fél éve. Mit üzengetnek nekem Miami-ból? Miami legyen, vagy Gyoma Endröd, vagy Marcali, vagy Houston. Gyuri nemzetközileg trehány. Tekilával a kezedbe hazajössz, na Miami-ból. Hát mit üzennek neked Miami-ból? Két csuklás között. Miami-ból üzentek. Alaposnak kéne lenni, Áder úr. Itt van, most mutattam meg neked. Jó, most elhiszem.
Jó, ez, hogy ma felmentél az internetre. Na tessék. Örülök, hogy ma ott voltál. Hogy akkor kapjál, ha nem első vagyok ott. Hát most hiába jött ki az FBI, majd holnap visszajövök. Igen, várom. Tamási 6 fokos, 10 fok lesz felhő, Győr 5 fokos, 9 fok lesz felhős, Budapest 5 fokos és 9 fok lesz és felhős. Oké, na. Gyerekek, a témáink nagyon egyszerűek, lazák, még csak ilyen bemelegítő témák, mind a kettő egy picit karácsonyi, és az egyik témánk az... Na, Vemtől találtátok volna meg. Ez nem az? Ez szerinted, hogy George Michael? Hát... Gave you. Mi ez az? Ez valami mulatós? Ez dolgoztál a szilveszterkor, és ezt kellett hangosítanod? Vagy mi? Ezt tettem ki a rendszerből, de itt van ki. A rendszerből, ez az. Na mindegy, tudjátok, miről van szó. Képzeljétek el. Tudjátok, hogy ezt a dalt én már kiűztem a saját úgymond rádióműsoraimból. Igen, ez képest nagyon vicces az, hogy én ezzel a dallal nem találkoztam az elmúlt egy évben, kizárólag, amikor mi beszéltünk róla. Jó, lehet. Mázlim volt. Lehet, de azért így az elmúlt 20 évről, 30-ról beszélünk. Igen, hát náluk nem lehetett hallani, az biztos, ez nagyon régóta. És tegyük hozzá, hogy legalábbis most elmondom nyilván őszintén, amúgy ez egy jó dal. De egyszerűen annyira kiégett már, hogy én dűrőhamot kapok, ha hallom. És most kiderült, hogy nem én vagyok egyedül ezzel így, hanem egy svéd házas pár annyira gyűröli a Last Christmas-t, és el akarja tüntetni a föld felszínéről. Hogy egy komoly elhatározásra jutottak, igen. Megveszik a jogait. Ó, és? Sokba kerül. Hát gondolom. Igen, sokba kerül, és elkezdtek gyűjteni. Mennyibe kerül? 6 milliárd forint körülbelül? 6 milliárd forintnyi dollár, így van. 6 milliárd forintnyi dollárt kell összegyűjteniük, hogy megvehessék a Last Christmas jogait. Innentől kus. Vége. Már össze is gyűjtöttek 23,4 millió forintot. Ez még messze van a 6 milliárdtól, de ez egy nagyon érdekes elgondolás. Tehát valamit annyira gyűlölök, akkor hogy tudom ezt békésen megoldani, hogy az eltűnjön a föld felszínéről? Békésen. Hát megveszed a jogait. Aha. Hát tehát ha gyűlölöd a McDonald's-ot, akkor megveszed a McDonald's-ot. Hát ugye ezt csinálja Elon Musk a Twitterre, nem tudom, gyűlölél, vagy sem, de teszi tönkre. Két balkézzel, igen. Igen. Szóval ez egy járható út. De ne tűnjön már el. Mi? Hát én az ez a dal például. Hát na most ebből indulunk ki, akkor nem lesz témánk. Tehát mi legyen? Hát ebből indulunk ki. Akkor hazamegyek, akkor csináld a műsort. Ebből indulunk ki, hogy ezt a dalt el kell tüntetni. Hát neked? Meg neked nekik, meg bajod. A svédeknek. A svédeket miért nem az abbával kezdik rögtön? Ott, és ezért lenne mit keresni rögtön. Menjünk nemzetközileg a VEM-re. Némi trükközést is érzek benne, majd erről is beszélhetünk, hogy mi lehet még emögött, mert jó ez a gyűjtés, de gyanús. Jó, oké, ezt is megnézhetjük. Meg azt is nézzük meg, hogy nekünk van olyan dalunk, amiért szívesen rendeznénk gyűjtést, és a jogait megvennék az, hogy tűnjön el végleg. Na látod, már egyből van egy... Nagyon sok. Nagyon sok. Uh-huh. És aztán még a zenén kívül még hányféle minden lehet, amire gyűjthetnénk. Mondjuk filmek. Divat. Divat. Divatban. Megint milyen világ ez, hogy elkezdünk nekünk nem tetsző dolgokat eltüntetni. Ezt csinálja az ember. Nem amióta ember az ember. Ez a svéd házas pár az első. Létrehozunk és eltüntetünk, ezzel szórakozunk. Igen. Azért, mert valaki okosabbnak hiszi magát, ez a svéd házas pár azt gondolja, hogy olyan kifinomult a zenei ízlésük, hogy majd ők rendet tesznek a karácsonyi piacon. Nem lesz itt Last Christmas-ezés. Hát ez valaki... Szerintem ez egy nagyon elegáns, kifinomult út. Ahhoz, hogy megszabaduljunk ettől a daltól. Fehér kesztyűs, az biztos. Na jó, ez az egyik. A másik még mindig karácsonyi téma, és hát ez a klasszikus. A klasszikus karácsonyi témánk, és szerintem már jelentkezzetek, ha van kedvetek erre. Tudjátok, aki rutinosan minden évben mindig hallgat bennünket, ilyenkor megrendezzük a csalódást okozó ajándékok bőrzéjét. Nagyon jó, jó lehetőség. Igen, jó lehetőség. Hát ugye mindenki kapott, szerintem minden karácsonykor kap is. Általában távolabbi rokonoktól, vagy anyós, após, vagy esetleg nagyszülő, mert a közvetlen hozzátartozó talán annyira nem béna, de az is lehet, hogy ő is béna. Sokszor férjek nagyon bénák. Tehát kaptatok olyan ajándékot, mi van? Mit forgatod a szemed? Hát én is kaptam érdekes ajándékokat. Anno. Annó, igen. Volt férjemtől. Szóval, hogy igen, és tudjátok, hogy ezeket nálunk el lehet cserebelélni. Hát lehet, hogy nem az ajándék nincs eltalálva, hanem az ember. Tehát valakinek az örömet tud szerezni. Ez így van.
Ez a Last Christmas is ilyen, tehát hogy valakinek... Valakinek örömet szeret. Tehát, hogy jelentkezzetek nálunk, hogyha valamelyik tavaly karácsonyi ajándék csalódást okozott, és mi ez az ajándék, és mire cserélnétek, mert más is kapott béna ajándékot. Ez lehet hajszárító, ez lehet körömlak, ez lehet egy ruhadarab, lehet egy kiegészítő, lehet egy bútor, egy sál, egy bármi. Egy sál, amit akarsz. Kézi mixer. Jó, ez SMS-ben jelezzétek, és megpróbáljuk ezeket összefésülni. Tavaly sikerült ilyen 2-3-at összekötni, ha jól emlékszem. Igen, azon leszünk, hogy az SMS falról kiszűrjük a párokat, és akkor ott segítsük lebonyolítani a cserét. Pontosan. Na jó, és akkor futball, mert ugye kedv van. Azért ne felejtsük, kedv van, és akkor Horthy Gábor lesz 9 óra után, és hát az aktuális futball témák szerintem, hát egyrészt nyilván a VB legnagyobb nyertesei, de most itt a játékosokra gondolunk, kik azok, akik ezzel tényleg nyertek a szereplésükkel. Aztán szegény CR7, ugye az új csapata, tehát ő végül is, amit mondott, hogy nem fogja soha megtenni, sajnos mégis meg kellett tennie, hogy az arabokhoz megy focizni. Jó, nem olyan szegény, jó, olvastam a részleteit ennek a dolognak, azért ez egy jackpot. Pénzileg. Ki az, aki tényleg nem menjen el soha lottozni az életébe? A Ronaldo, hát van. Ő adhatna a lottótársaságnak. Pontosan. Igen, nem fix számokkal. Pontosan, játszik. Tehát na mindegy, itt lehet, hogy vitatkozni fogunk majd ezen, de én baromira sajnálom, hát de vagy Gábor elmondja. Keresni, továbbra is csak titokban, tehát nem fogunk róla tudni. Hát igen, és na mindegy, de ő ezt baromira nem akarta. Uh-huh. És hát ugye szegény Pelé, a legnagyobb legenda elhunyt most ugye a két ünnep között. Igen, múlt csütörtökön. És hát ez egy óriási veszteség, egy hatalmas legenda. Egyébként magyar kötődése is van, nyilván az itt forgatott film kapcsán. Uh-huh. Meg ő nagyon tisztelte Puskást is, tehát hogy Pelére emlékezünk Gáborral. Ezek lesznek ma, jövünk a december 20-ai keddi utolsó tavalyi élőadásunk legjobb pillanataival, és hát ez a mi kis belső karácsony. Az ajándékozásunk volt. Igen. Egy nagyon fontos feltétel volt, ez Gyuri idén kitalálta, és szerintem bevált nagyon, hogy kézműves ajándékot adtunk egymásnak. Nyűgözd le, Laci! Ó, Laci, és 7 óra lesz. 9 perc múlva. Na, pár SMS még, jó reggelt, két legenda létezik számomra, az egyik ma ünnepli 54. évét, és bármit megadnék, ha még egyszer mosolyogni látnám, Isten éltessen Mihály Schumacher, a másik Bocskor Gábor, akinek egyetlen élő műsorát sem hagynék ki, és legyen fokhagymaszagú az ujjam, és ha egyszer is más rádió adóra tekerek, míg ő az éterben szól, boldog új évet Sanka Lutomból. Bujék, szilveszteri hashtag Bocskor szuper volt, várom az új részeket, hiányoztatok Sanelos Éva. Éva mennek, most januártól újra csináljuk. Aztán Bujék, szuper csapat, jó reggelt, kedvenc rádiósaim, én voltam tavaly az utolsó játékosotok kedden. Az ajándékkal a futár másnap reggel 10-kor csengetett. Ó, szuper. Nagyon jó. Köszönöm, jó évkezdést mindenkinek, Anita. De jó, ez egy jó hír. Igen, van remény. Igen, azt mondja, hogy nagyon boldog új évet kívánok nektek. Nagyon nagy boldogságot szereztetek Zlatának és a tanárbácsinak, emlékeztek az ukrán lány. Igen. Az önzetlenség hetén nyert Lidl utalványokkal volt sírás, könnyezés és meghatódottság. Külön köszönet Gyurinak a sok-sok türelmet és segítséget. Hálás vagyok, hogy ennek az élménynek részese lehetem, üdvözlettel Ilona. Nagyon jó fej vagy, hogy visszajeleztél. Köszönjük, köszi. Igen. Aztán bocsikám, szerda van, üzeni Laca, nézd már utána. Mi van? Ebben ne kezdjünk vitát, vagy akkor fogadjunk valami komoly tétben. Na jó, Laci, mi van nálad? Nálam van egy nő, aki zseniális, talált egy piaci részt, óránként $480 megtanít téged telefonálni. Mi van? Óránként? $480, ez nem tudom, 180 000 forint mondjuk, ha átszámoljuk most. Miért óra díjhez? Hát komoly ügyvédek nem kérnek ennyit. Igen, és hány órán keresztül tervez tanítani egy zöld és egy piros gomb megnyomását? Hát figyelj, én ezt úgy csinálnám, hogy azt mondom, nem csak erről szól egyébként, de én nyilván úgy csinálnám, hogy az első órán azért csak így bevedem, tudom, a telefonálás alapszabályai. És aztán szépen fölépíteném. Laci, de komoly szakmák kevesebbet kérnek óránként. De hülye vagy, hát a cégek ezért fizetnek egy csomó pénzt, hogy megtanítsák beszélni a szélzeseiket, meg az embereiket. Tehát mindenféle tréningre úgy is kell költeniük, költenek erre is, ez egy súlyos probléma. De hát nálunk például látod, hogy spórolnak ezen, hát ismerjük a szélszeseinket, tehát hogy... Hát nálunk igen, de... Ettől még lehet sikeres egy cég. De egy csomóan meg ezt csinálják, médiából is egy csomóan elmennek, tudod, amikor már nem tudom, híradót vezetnek, meg műsort vezetnek, elmennek kommunikációs tanácsadónak. Na igen, ezt csinálja ő is, 180 000 forintért óránként, bátor. És megtanít telefonálni. Ennek az az oka, hogy csináltak néhány éve egy felmérés Nagy-Britanniában, és kiderült, hogy 2,5
félmillió ember van, aki egyszerűen irtózik a telefonhívásoktól. Ami azt jelenti, hogy nem is telefonál, ami mondjuk egy munkahelyen eléggé problémás lehet, de nem is szeret fölvenni telefonhívásokat. Egyáltalán. Mm. És ebben benne vannak a baby boomerek, tehát az a korosztály, ez a nem tudom, háború után és a nem tudom, 60-as évek közepéig, meg benne vannak ezek a milleniálok, ezek az ezredfordulósok. Tehát akik... mindenki. Igen, kb. De hát nagyjából hát akkor nem hagytunk ki semmit. Tehát... Hát azért, de hát mi is közte vagyunk. Nagyjából. Tehát én például közte vagyok. Én szeretek telefonálni. Te mit, világháború utáni vagy, de ezredfordul előtti, vagy mi vagy? Igen. És akkor, hát akkor is benne vagy a halmazban. Na mindegy, nem akarom. Na igen, de hogy nem a milleniál. Na, lényeg az, hogy nem az ezredfordulósok. És hogy nem tudnak telefonálni, képtelenek rá, mert hogy telefonfóbiájuk van. Ez egy ilyen fogalom, ez már létezik, és ezzel törődni kell. Tehát ők egyáltalán nem szeretnek telefonhívásokat csinálni. De miért? Mert nem tudják kifejezni magukat telefonon, vagy már annyi telefonáltak életükben, hogy most már inkább a könnyebb ilyen messenger-szerű kommunikációs formára váltottak. Hát valószínűleg a milleniálok már áttértek rá, bár teszem hozzá a baby boomereknél is ijesztő, amikor áttérnek a messengerre, de hogy írtóznak attól, hogy valakivel beszélnek. Hát abban egy csomó váratlan dolog érdekes. Van. Mit fog mondani a másik? Érdekes, amit mondasz, de én azt tapasztalom, hogy ez nem is ilyen korosztályfüggő, hanem inkább ilyen pszichológiai tényező. Tehát vannak emberek, akiknek, hogyha azt mondom, hogy hív fel valakit, akkor ott beüt egy krach. És, igen. húzza órákon keresztül, vagy napok. Akár napokig. Beszéltem már vele? Utolsó pillanatban. Hát még nem tudtam, és ettől falra mászom egyébként. Tehát ez valamilyen pszichológiai dolog. Hát én azt gondolom, hogy inkább a mai fiatal generációnál alakul ez ki, akik tényleg a kommunikációt leszűkítették, tehát ugye nézem a lányom korosztályát is, hogy egymás között ők nagyon ritkán beszélnek, hanem csak írnak. Tehát hogy ott sokkal inkább. De valóban van ez a bamba réteg. Igen, ez a bamba réteg, aki fél attól, hogy neki meg kell szólni a telefonba, köszönnie kell, ha kell, hogyan kell köszönnie, hogy vezeti fel az igényét. El tudom-e intézni, amit akarok. Kezembe kell venni az életemet, igen, van ez. Igen. Hát én ezt közvetlen közelről ismerem. Tehát nekem a feleségem azért általában valamit el kell intézni, és ez mondjuk az ő ügye, akkor általában azt szoktam mondani, hogy nem hívott föl nekem. De ő pedig egy magabiztos nő. Hát igen. Csak van egy még magabiztosabb asszisztense, és így könnyű. Nagyon jól fogalmaztál, Gyuri, egytől egyig minden szavaddal egyetértek, amit az előző mondatban használták, különösen az utolsó. Valami az asszisztens volt azoknak mondom, akik nem emlékeznek. Szóval, hogy ő rendszeresen ezt csinálja, hogy de akkor hív már föl. De mondom, ez a te ügyed, hát intézd el, hát neked kell a dolog. Hmm. Végső érv, de te vagy a férfi. Hmm? Aha. És ez mindig egy kulcsér. Erre mit mondasz? Erre azt hát mondom, nem én vagyok. Nőiességében aláznám. Érdekes most. Na, erre kíváncsi válaszként. Én most nem mondom el, hogy mit válaszolnék. Tehát, biztos, hogy mit tegyél most nekem azonnal? Mert te vagy a nő. Ja, értem. Nem. Hát általában el szoktam intézni, mert tudom, hogy akkor marad ez az utolsó pillanatos dolog. Tehát, hogy ez valószínűleg egy tök jó módszer, vagy nem tudom, lehetőség, hogy valaki 180 ezer forintért megtanít téged telefonálni. Azt tényleg nem tudom, hogy történik. Tehát, hogy kamuhívásokat indítunk, vagy ügyfélszolgálatokat. Fogalmam sincs. Én egyébként bevallom, én sem szeretek már telefonálni, illetve ritkán, de tudok. Tehát abszolút tudok megfelelő módon bemutatkozni, köszönni, az igényemet elővezetni, stb. Nincs ezzel parám, csak egyszerűen sokkal jobban szeretem az írás, az akkor történik, amikor akarom, nem amikor hívnak. Úgy fogalmazom meg, ahogy a legjobbnak látom, és nem... Szóval, hogy csupán ezért. Meg vannak olyan ismerősök sajnos, és nem is kevés, akik egyszer nem tudják lerakni. Tehát azért nem veszem a telefonját, mert tudom, hogy ez nem egy 2 perc lesz. Tényleg, és nagyon sajnálom, és nem fogom nevén nevezni őket most, de tényleg ez az. Tehát van az ismerős, akit fölhívsz, jó barát, és azt mondja, mondjad. Tehát ettől rosszul vagyok. A mondjattól. Amikor úgy veszi fel valaki a telefont, hogy mondjad. Pont így. Hogy ez a... Mondjad. Úgyis csak mondani igen. Szoktad, és én úgyis mindig csak meghallgatlak. Nem, ebben benne van az, hogy én most egyébként elfoglalt vagyok, de neked fölvettem, de azért ezt most gyorsan legyünk túl ezen, és minden ilyen rapidban. Tehát mondjad. Én arról szoktatom le most magam, ez a nem rosszkor hívlak, hiszen fölvette. Tehát, hogy ez a udvarias próbálok vele lenni, hogy nehogy zavarjam véletlenül. Érted? Erről szoktatom el. Mindig meg szoktam kérdezni. Egyébként akkor is, ha felveszi. Mert lehet, hogy azt mondja, figyelj, pont eszem, és akkor tudod, lehet, hogy egyébként bevállalnám miattad ezt a kellemet. Én egyébként, igen, van, amikor elfoglalt vagyok, és nem akarok vele végigdumálni, de jelzem neki azt, hogy amúgy szívesen fogadom a hívását, oké, rendelkezésére áll, csak nem most. És akkor én fölveszem, és akkor azt szoktam mondani, hogy fiú, nem jó, majd visszahívlak, jó? Igen. Ezért szerintem jogos a kérdés, hogy nem rosszkor hívlak.
Na, és van még az, ami nálunk, ami még rendszeres. Egyébként, ha mondjuk tegyük föl, mégis telefonál a feleségem, mondjuk ügyfélszolgálatnak, akkor van az, hogy én át szoktam venni tőle. Mert az a baj, hogy ő elmegy nagyon elvisíkra, és elkezdi a cég üzemelését, meg a policiait számba venni, és számon kérni az ügyintézőn. Tehát, hogy ez nem vezet sehova igazából, és akkor én azt is szoktam hallgatni, hogy hova jutnak el egymással, és aztán az egy kicsit nehezebb. Tehát, hogy akkor van az, hogy jó, majd én ezt inkább elintézem. Igen, nem tudom, én úgy érzem, legalábbis ebből a cikkből, vagy nem tudom, honnan szedted ezt, hogy ez inkább a magántelefonálásokra vonatkozik, hogy már az hanyatlik, nem? De hogy ne, hát nincs az embernek ideje. Tehát, hogy én például azért nem szeretek telefonálni, és azért nem szeretek telefont sem felvenni, mert hogy mindig időhiányában vagyok, és éppen csinálok valamit. És én is ettől tartok, hogy akivel beszélek, az ilyen hosszan mondja, és nem tudom letenni. És általában csak hangüzeneteket hagyok. Ja, most már, ez is divatos. Fölmondok egy mondatot, és elküldöm. Igen. Én egyébként többnyire autóban telefonálok. Tehát az egyetlen hely, ahol szeretem, otthon állom, amúgy is fekete lyuk van térerőileg, gyűlölök akkor, mitől telefonál, hogy Gyuri, megint ki kell mennem a garázsba, leülni arra a kis sámlira, ami a Nóriról rám maradt, ott ülök az autó kereke mellett, hamutartó van körülöttem, meg olajszag. Most már mindig így fogjuk képzelni. Szia, az autóműhelyből beszélek. Igen, szia. Szóval, nem, mert nálam fekete lyuk van térerő szempontjából. Tehát amikor autóban ülök, ugye a kihangosító megy, minden, akkor szeretek. Akkor az kényelmes, az jó, az hifi. Sztereóban szól, akivel beszélsz. Na, de ennek is megvan a veszélye, mert például a feleségem ebben meg azt csinálja, hogy tudom, hogy megy valahova, és észreveszem rajta, hogy most éppen egyik barátnője se vette föl. Tehát mit csinál? Igénye van a telefonbeszélgetése, fölhív engem, és egész pontosan tudom a félperces szünetekből, hogy igazából csak társaságra vágyik az autóban. Tehát félperc szünet, és itt se tudok megállni. Megyek akkor tovább. Na mindegy, Katiékkal is mi volt, de azt mindegy, azt most nem kezdek bele, mert hosszú. Tudod mit? Lemegyek a parkolóházhoz. Megnézem ott. Kávé, feleséged is úgy beszél, mint a Fábri. Nem úgy, ez most nem volt olyan te. Lemegyek a parkolóházhoz. Valami ilyesmi van. Na jó, köszi Laci, jövünk vissza. Egy svéd házaspár megelégelte azt, amit én már rég megelégeltem, a Last Christmas. Teszem hozzá, a Last Christmas című dallal nincs amúgy semmi baj. Egyszerűen annyira túl lett játszva az elmúlt 30 évben, hogy megértem azt, hogy vannak sorstársaim, akik ezt ki akarják üzni a világból, és ők ezt komolyan gondolják. Ők azt mondják, hogy most arra gyűjtenek, hogy megvegyék ennek a dalnak a jogát. És aztán? És aztán azt mondják, hogy ők betiltják. Ja, hogy betiltják? Persze, ennyi. Vége. Nem lehet játszani tovább, ennyi a jog. Jó, meg azt is beszéljük majd meg, hogy mi az, aminek megvennénk a jogát, vagy valamilyen módon eltüntették a föld felszínéről. De ez lehet film, lehet valami divatirány, lehet egy másik dal, tök mindegy. De az, hogy kezdjünk el az ízlésünk alapján így fizetgetni és szelektálni azt, ami van. Ez a Bocskor! 7 óra 12 perc, jó reggelt újra. Élő, igen, és kedd, csak mondom. De jó reggelt, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Gyuri, hello. Jó reggelt, mindenkinek, hello. Anett, szia, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Na, mi van a véredben? Rumba, szamba? Hát, rum. És szam. Jó van, tegnap érkezett haza a fényes Floridából. Igen, tegnap. Igen, azért ilyen boldog. Igen, még egy kicsit a véremben van. Aha. Oké, jó. Legyen Florida. Így. Florida, értem. Na jó, egy óra múlva, csak azért, mert ma még azért két karácsonyi téma, mindjárt halljátok, hogy a mostani melyik, de a következő pedig az lesz egy óra múlva, hogy tudjátok, ezt minden évben csináljuk, hogy azért nem, hogy is mondjam, túl örömteli, túl eltalált ajándékot nagyon sokan kaptok. Igen. Karácsonyra. Legyen az egy távoli rokontól, nagymamitól, nagypapitól, akár a férjedtől, és... ezeknek szoktunk egy apró bőrzét nyitni, persze nem azt mondom, hogy nagyon sokan eltalálják az igényeket, de egy apró bőrzét nyitni, tehát hogyha van olyan ajándék, amire baromira nem volt szükséged, baromira nem tetszik, baromira nem kellett. Valaki meg lehet, hogy arra vágyott egyébként. Ajánld fel, mondj egy pár dolgot, mit szeretnél, és hogyha van ajánlott, akkor összehozzuk. Akkor összehozzuk. Egyébként jött össze, jó reggelt, Bujék. Karácsonyi ajándék mellényúlással kapcsolatban 11 éve vagyunk együtt a párommal. Én, aki 98%-ban sötét ruhákat és lábeléket hordok, karácsony este nyitom ki az ajándékot rózsaszín mamusz fehér szörmével. Azt hittem valami vicc, de nem az volt. Uj. Szóval mamuszom cserélném akármire. Szép napot mindenkinek. De jó fej vagy, és az annyira vicces.
Igen. Tehát van egy rózsaszín mamuszunk fehér szörmével rajta, hogyha valakinek ez az ízlése, tudjátok, pink joggingosok, jelentkezzetek. Igen. Nem kell szégyelni. Nem kell szégyelni, így van. Legyen jó helyen. Így van. Nem írtad le, hogy mit kérnél cserébe, ezt azért írjátok le. Bármit. Tehát ja, bármi? Innentől, hogyha most valakinek megtetszik ez a pink mamusz, és megírja, hogy ő meg mit kapott, ami neki nem tetszik, akkor lehet, hogy össze is tudjuk hozni. Szeretném elcserélni karácsonyi ajándékomat egy Philips elektromos borotvát, mert már van egy másik, Gloria. Gloria, ez női borotva ezek szerint? Vagy ez... az különböző nagyon. Gloriának nagyon céltévesztett, ez egy férfi borotva. Hát vannak ezek a női, nem? Elektromos borotvák vannak is. Természetesen, biztos, hogy vannak. Tehát. Hát ezek inkább ilyen epilálók, nem? Vagy, igen. Glóriával, Gloria nem nagyon tudjuk megállapítani, hogy most ilyen férfi borotva, amivel ilyen jó kis vaskos állkapcsokat, férfi állkapcsokat lehet egy picit rendbe tenni. Vagy puha női arcokat. Vagy puha női lábak. Lábak, meg rejtett igen. Helyek, meg ilyesmi. Tehát, hogy ez milyen borotva? Mert lehet, hogy jelentkezne rá Károly, és Károly nem ott akar szörteníteni, ahol... Igen, és bajban lesz. Igen. Jó, tehát hogyha ilyeneket egy óra múlva lesz ez, akkor azért írjátok le pontosan mi az, mondjuk a mamusznál értem, és hogy mi az, amit cserébe kérnétek. Mert hogyha most bármi, akkor valószínűleg megkapná a mamuszos ezt a borotvát. Valami nem hülyeség. De egyébként lehet, hogy egy kört érdemes lesz futni vele, meglátjuk. Jó, akkor már meglátjuk. Oké, na, és itt van a másik karácsonyi, képzeljétek el, ünnepek már rég vége, és hát nyilván itt... próbáljuk feldolgozni az eseményeket. A feldolgozás az nagyjából azt jelenti, hogy a Lacika meg én úgy gondoltuk, hogy ma kevesebbet eszünk, és nem csak ma, hanem most elindulunk megint ezen az úton, mert túllettük magunkat. Az alkoholfogyasztás is azt erősen visszafogjuk. Abszolút, én döntést hoztam. Na mi ez nem döntés? Az egész évre, de az, hát figyelj, azért ez egy... Májusban kezded, vagy mindennapos. Nem, csak jövő héten. Ha májusig bírom, akkor az jó. Az nagyon jó, de egy hónapot most én biztos, hogy száraz január tartok. Száraz január tartasz? Lehet, hogy be kéne szállnom. Hát figyelj, jót fog tenni mindannyiunknak. Hogy milyen tanástanul nézel körbe? Lehet, hogy be kéne szállnom, és így várod a támogató pillantásokat. Nem, hanem inkább elgondolkodtam azon, hogy ugye én elutazom most még egy pár napra, ott azért nehéz lesz ellenállni. Nem most kezdem. Te most szerintem kezdem. Most. Majd jövőre kezd el, tesó. Nem, ez mindenképpen csökkenteni. Mi? Szerintem most kezd el, az az igazi kihívás. De most elutazom egy pár napra mediterrán helyre. Ja, utána akkor... meg lesz a szülinapom, tudod, akkor meg az lesz az enyém lesz. Ja, nem, lesz. Meg utána tiéd lesz. Meg az enyém, meg utána meg jön a nyár. De alkalomszerűen lehet inni, csak azt nem, hogy ez a totális az letámadás. A nem, az nincs olyan, hogy alkalomszerű. Tudod, mi az alkalom a hétfő este? Nem. Az a totális letámadás a hétfő este. Ilyet, hogy szülinap, baráti összejövetel, névnap, ezek az alkalmak. Nem, ezt furultam. Egy hónapot bírjunk ki. Húsvét, karácsony, névnapok, esetleg pünkös. Talál az ember. Vagy hétfő este, mondom. Igen. Na jó, mindegy. Ki hogy. De gyerekek, nem csak mi karácsonyra vissza akarok térni, és ott egy dalra azért elég pontosan tudjátok, hogy mi az a dal, amit én próbáltam nekem is a saját rádióműsoromból száműzni, és nem azért, mert a dal rossz, hanem már. Jó, nem, a dal jó. Egyszerűen mi a baj a dallal, szerinted? Hát, sok, mindenhol mindig ez van. Te éltél, amikor ez a dal megszületett? Bőven, ugye? Hát szerintem igen. Hol lehettél akkor? 80-as évek, vagy 84. Azt hiszem, bőven. Hát én 8 éves voltam Kecskeméten a panelban. Szerintem akkor már volt MTV. Igen. Volt áram is, minden. Nem, az még nem volt. Nem is volt, tévé is volt, minden nem. Volt. Föl kellett jönnünk Pestre a rokonainkhoz, hogy megnézhessük. Hogy belukassátok a tévéteket. Az MTV. Volt egy nagyon hosszabbítónk, és akkor tudtuk nézni. Igen. Jó, de fel tudtatok jönni, volt út, meg minden. Nem, hülye vagy. Megcsináltak, mert a kecskeméti utatok. Mit gondolsz, miért olyan nehéz a vidékieknek? Nincs út. Hát tudod, hát tudom, hát azt a pestiek csinálták a vidékieknek. Hát hoztuk a kis videókon. Én mindig ezt mondtam, hogy vidéki városból még sose indult el út Pest felé. Mindig nem. A pestiek terítették szét. Ez igaz. Hozták az aszfaltot, és lekenték Kecskemétig, Szegedig, Nyíregyházáig. Ez így volt. Sose a nyíregyháziak jöttek ide. És hogy Kecskemét... Kenek nektek autópályát, pestiek. Sose volt ilyen. Igen, és Debrecen előbeszünk. Egyébként azt tudom mondani erre, hogy szívesen. Azt tudom, amit kerestek. Tudod mit? Ma már azt tudom neked mondani, hogy köszönjük az utat, Bocskor Gábor. Hát szívesen, hát most mi? Érted, legalább itt vagy merünk. Igen, köszönöm. Na jó, visszatérve erre. Tehát ez a dal,
Ez alapvetően egy szép dal, és valóban, ahogy mondod, ez túl lett játszva az elmúlt 40 évben. Igen. És most képzeljétek el, hogy van valaki, aki hasonlóan gondolja, ez egy svéd házas pár, és ők egyenesen úgy fogalmaztak, hogy ez a Last Christmas, ez a nukleáris hulladék lerakóba való. Hát azért tudjátok, ott szokták a nagyon veszélyes hulladékot eltemetni azért, hogy ne ártson többet. Nem vidám lehet náluk a karácsonyi készülődés. Kösz. Igen. Hát de most miért, Gyuri? Hát el tud jutni ide az ember a jóból is. De hát ez egyébként alapjáraton egy jó szám, ezt még ti is belátjátok. Igen. És kellemesen meghozza a karácsonyi hangulatot, még nem kezdek el fortyogni rajta, hogy álljon bosszút ezen a szerencsétlen George Michaelön, vagy hogy pusztítsam el az ő művét. Igen, ennyi a svéd házas párnál szerintem mélyebb problémák vannak. Ez a dal ezt csak kihozta karácsonykor a készülődés közben. Szerintem ez lehet. Azért most nem provokáltok, mert fogok neki küldeni pénzt akkor. Mennyi szállsz erre? Mennyi van neki eddig? 1500 forintot el fogok. Na, elmondom, mi a tervük. A tervük az, hogy kitalálták, hogy ők most megvásárolják a Last Christmas tulajdonjogait. Tudjátok, hogy ilyen van, tehát azt hiszem, hogy Sting is, meg Elton John is, meg ilyen kb. 50 millió dollárokért adták el a teljes életüket. Egyre többen csinálják ezt, hogy a pályájuk végén így átadják egy csomagban, és akkor ők onnantól Hawaii. Onnantól Hawaii, így van, és ők ennek az egy dalnak meg akarják szerezni a tulajdonjogait, mert akkor ugye ők rendelkeznének, és akkor ők határozhatják meg, hogy ez a dal játszható-e, vagy sem. Egyébként ez egy kérdés, hogy ha megveszem a jogait, akkor én azt letilthatom-e? Le valószínűleg úgy, ugye? Hát ilyet a joga, akkor hát persze. Na de például megveszi ez a svéd házaspár a Last Christmas jogait, akkor maximum újságból olvashatom, hogy övéké a jog, akkor mi itt mondjuk a Retro Rádióban, ha lejátszuk, akkor mi történik? Hát akkor az Artisius emberei ránk rúgják az ajtót, és megbilincselnek? Igen, a svéd Artisiussal karöltve itt megérkeznek, igen. És azt mondják, hogy egyrészt ezeket a bútorokat kiszerelte össze, másrészt pedig ez a zene, ez miért megy itt? Igen. De hát ha van eszük, akkor nem letiltják. Te azt akarják. Hát ezek hülyék. Hát megveszik egy dalnak a jogait, amit világszerte játszanak, nem tudom hány száz országban, hát jönne a cash. Hát jogdíja. De nem ezért veszik meg? Igen, de nekem is megfordult a fejemben, amit a Laci mond, hogy most itt összegondolják ezt a lóvét, megcsinálják, hogy ó, mi aztán megszabadítjuk a világot, és aztán ők dollármilliómosok onnantól. Nem tartanak még ott egyébként. 6 milliárd forintnyi, most nem tudom dollárban mennyi, 6 milliárd forintba kerülne ennek a dalnak a jogdíja. Uh-huh. És elkezdtek gyűjteni, és sokan adakoztak, de egyelőre csak 23,4 millió forintnyi pénz jutott, vagy gyűlt össze. Nem jött össze, veszünk egy autót. Igen, de ez is döbbenet. Ez is döbbenet, hogy 23 millió forinttal már megdobták őket ezért a baromságért. Tehát, hogy azért én ennek is tapsolnék. Hát Gyuri, kezdj el gyűjteni, azért van egy pár ok, ami, vagy egy dolog, amit meg lehet szüntetni. Jó, hát hogyha ez ekkora biznisz, ez a megszüntetés kampány, hát én nem megjálok. Azt mondd meg inkább, hogy mi történik, hogyha nem jön össze a 6 milliárd, de most egyelőre 23,4 millió, de mondjuk összejön mondjuk 100 millió, és nem jött össze, nem tudják megvenni. Akkor lesz egy nagyon boldog svéd párunk. Sajnos a dalat nem tudtuk megvenni, viszont köszönjük szépen a ház szigetelését és az új nyilászárókat. De hát kb. Igen. Meg a nyaralót. Igen, ennyi. Ez hihetetlen. Na jó. Azt mondja egyébként a feleség Hanna, hogy megkérdeztük az ismerőseinket, mennyit fizetnének azért, hogy soha többé ne hallhassák a dalt. Mint kiderült, elég sokat. Szóval sokan vagyunk így ezzel, Gyuri, svédek és én. Mennyi közös van bennetek. Igen. Igen. Na. Hát ezt ki tudja szűrni, nem kell ezért fizetni, hát ezt ki tudod szűrni magadnak. Az nem a hülye, aki egy ilyen közösségi nem oldalon adakozik. Valószínűleg ők is adakozik. Úgy vannak ezzel, hogy elindulnak Svédországba, a szomorú svéd sötét délben. Igen. Szomorú sötét déli 12 óra. Déli 12 órakor a szomorú sötétségben. Elindulnak, sétálgatnak, és az utcán megszólal egy hangszóróból. Bemennek egy plázába, azt szól. Bemennek az IKEA-ba, ahol a svédek szoktak járni enni. Igen. Te alazacot nem mondod? Azt nem? Ott is azt szól. Elmennek egy ABBA koncertre, de még a ruhatárban ezt szól. Tehát, hogy ettől meg lehet őrülni svédként. Hát biztos, de svédként, de látod, magyarként te is meg tudsz tőle őrülni. Hát figyelj, az, aki erre küld pénzt, azt hiszem, egy viccnek szánja, most küld 10 dollárt, és akkor látszik is, hogy mennyinél tartanak. Igen. Ez nem lesz.
szerintem, hogy ezt letiltják. Tényleg, neked mi volt a bajod ezzel a dallal amúgy? Tehát hogy jött az sok. A pont? Hát, de mindegyikből sok van. Miért pont ez? Nem tudom. Egyszerűen nem tudom. Tehát ez... Gyuri, te vagy a pszichológus, fejtsd meg. Egyszerűen próbálom. Ebből a dalból nekem sok lett. Évek óta próbálom megfejteni ezt, és nem tudom. Mondom, hogy miért ez? Mert amúgy egy jó dal. Igen. Akkor személyiségzavaros vagyok, mint a svédek általában? Valószínűleg te egy svéd házas pár vagy. Szerintem. Nem, de valahogy a sötétség hatott rám. Nem csak a dal szerintem, hanem a videóklip is. Tehát mindenkinek a fejében ott van az, hogy fölmennek a síházba, ott átmásznak azon a karámon, hógolyóznak, nevetgélnek, meg hogy nézegetnek laposan egymásra az asztalnál, és ettől vagy ideges, hogy milyen ez a baráti társaság, ahol nagyon fura nyakláncokat, vagy mit ajándékoznak egymásnak. Nekem az még tetszett is, nekem azzal nincsen bajom. Nekem azzal nincsen bajom. Jó, akkor nézzük meg, ha nem a Last Christmas, akkor van-e olyan dal, amit letiltanátok? Megvennétek a jogát, hogy az soha többet ne szerepeljen. Nekem, mikor ez a Last Ketchup-tól a Ketchup Song megjött, akkor én azt éreztem, hogy megérett a világ a pusztulásra. Igen? Tehát nukleáris hulladék. Az nukleáris hulladék. De azért, mert a dal rossz, vagy mert túl sok volt belőle? Mindkettő, de ez a halandzsa baromság annyira idegesítő. Ez az ő nyelvük. Ki a Hobbitoké, vagy kié? Én szerintem ez hiányozna. Én nem tudom, én figyelj, Gyuri, tedd meg, nekem nem fog hiányozni. Belőlem mást vált ki, belőlem valamilyen vidámságot vált ki, érzem, hogy olyan lányok éneklik, akik még nem érettek. Igen. És ezt a két énekes férfi is tudja. Igen. Nektek van ilyen egyébként? Hát nekem tudod, hogy mi van. Ó, nekem van kettő is. Na. Van ez? Nem az enyém, ez a nap. Mennyi ennek a jogdíja? Én szerintem 800 és 1500 forint között van valahol. Gyuri, vedd már meg nekem. Hívd már fel az Artist Just, kérdezd már meg, hogy ez eladó-e. Ezzel szerintem nem lesz egy nemzetközi csata, mint a Last Christmas-szel. Szerintem erre megvan. De van még. Akkor ezt is kérdezd meg egyben, jó? Az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozat. Igen. Nukleáris hulladék. Téged ezek a napos dalok zavarnak. Nem a napos dalok zavarnak, egyáltalán a nyugaton nap, legyen. Ap, nap, emberek, nem. Süt a nap. Tényleg, a svéd sötét dél, azt tetszik neki. De tényleg. Jó, akkor van-e más, amit betiltanátok? Anett, neked van dalod? A Lambada. Lambada, nagyon már ilyen. De. Ja, most túl sok volt Floridában, mi? Most lambada, szambada, rumbada. Túl sokat lambadáztam. Taki lambada. Jó, de ki fogod ezt párologni? Már hozzákezdtem. Jézusom. Csak nem tudod, na mindegy. Ja, na, és más, akkor valami, akár divatkellék, vagy film. Ja, én még a Genghis Khanért én adnék pénzt. Tehát, hogy én arra gyűjtenék, Genghis Khan. Az előadója itt járkál az országunkban. Hát figyelj, hív a madás után. Menj. Azt én nagyon szívesen. Divatkellék, film, van-e valami? Divatban persze. Tehát abszolút. Hát, hogyha most csak nézem mondjuk ezeket a sejemsálakat, amivel mindenki intellektuel, meg gurmé akar lenni. De várjál, most mi mert én sejmet nem hordok, de hordok mást. Hordod ezeket a sálakat tényleg most, hogy én nagyon hordom, igen, én bírom. De nem Ernyei Bélásan hordom, hanem Steven Tyler-esen. Hát igen, olyan vagy benne, mint egy ilyen korai festőművész Franciaországból. Az akarok lenni, igen. Az Aerosmith még az Ernyei Béla énekelt. Na, ezek úgy elterjedtek, hogy mindenki ezzel akarja megmutatni, hogy milyen kifinomult ember. Hát én ezt biztos, hogy leszedném. Én csak azt az áthurkolós kötését. Mivel melengeted a nyakamat? Laci mufjával? Azt rá is húznám a fejedre. Hát azért májusig legyen már meleg. Ez még nagyobb motiváció, betiltsam azt a sárat. Laci mufjába fogja. Hozd már vissza, Laci. Nem, az az enyém, azt én kaptam azt a muffot. Végre van otthon. De ilyen a hasitasi is.
Hasi, ó, jó reggelt, hál' erőr. Most vettem éppen egy nagyon csinosat, amit így oldalra lehet dobni, tudod? Nem láttátok. De kaptam karácsonyra, kaptam, vetted. De én választottam. Az első verzió vetted volt. Igen, még akkor? Uh-huh. Na mindegy, a lényeg... Te ilyen unikornis színekben, és itt, és hol, és megjelent nálam a Gyuri, és ott volt, is mondom, Gyuri, és azt hittem, hogy kapta, és ez egy tévedés volt, de muszáj hordania. Ja, igen, mint az óráját. Igen, ekkor váltottam már kapcamra, igen, amikor igen. Már mondták, hogy cigi. Nem, a 90-es évek színekben van, Laci, te is láttad. Szerintem az egy menő. Nagyon menő. 90-es évek, kicsit pink. Görkorcsolyázó női színekben van. Ez a görkori színdi. Igen. Lehet, nem mondom, de mondjuk a feketében menő. Hívhatunk most nem kell betiltani. Szerintem az jó, Gyuri, ezzel ne enged, hogy befolyásoljanak. Szerintem az nagyon menő. Köszönöm. Nagyon menő. Én azokat a ruhákat, meg szoknyákat, én azért fizetek, tudom, ilyen ferdére van vágva, hogy a szoknyának az egyik oldala az hosszabb, a másik meg rövidebb. Milyen baromság. De jól néz az ki. Ne hülyéskedj, mert egy láb kivillan. Ez amikor azt gondolja, hogy valamivel különlegesség. Azért hordod ezeket a szoknyaszerű egyenes nadrágokat. Mert nem jó a lábam. Ja. És azzal mi a baj? Most hát nem inkább mondod, a tiédet tiltanám be, mint a kivillanó női combos szoknyákat. Mi ez Dél-Korea, vagy Észak-Korea ez, hogy betiltjuk azt a ruhát, és akkor egyenruhában járunk, ami neked tetszik. Igen, Észak-Korea. Hát nem. Egyenruha az. Nem, mindenki olyan, amit akar, csak én ne lássam a félig vágott szoknyát. Meg. Laci, a téma vidámságából átment sértett önvédelembe. Nem csináljuk meg. Laci, nyugodj meg. Ez most hülyéskedik. Ja, jó. Istenem. Nem, hát... Nem, hanem vége van a témának. Ja, oké. Okay. Jó. Nulla a nem, azt akarjuk a hallgatóktól megkérdezni, hogy mondjuk tényleg maradjunk a daloknál, hogy térjünk vissza a dalok. Hogyha az egyetlen egy dal, amit kiválaszthatnál, az mi volna, amit kitiltanál a világból, mint a svédek a Last Christmas-t. Jó? Mm-hmm. És mi az oka? Miért borulsz ki tőle ennyire? Igen, ez nagyon fontos. Tehát írjátok le, ne csak a dalt írjátok le, hanem hogy miért az a dal. Mm-hmm. Jó? 0620-22-22-122. 38 lesz 4 perc múlva, tehát az ajándékbőrze, majd ugye azt felvezetjük egy ilyen fél óra múlva kb. Arra Gloria felajánlotta a Philips elektromos borotváját, a piros már előlegeztem, szóval megírt, hogy női borotváról van szó, tehát Károly ne jelentkezzen rá. Ha csak igen. Nem a feleségének akarja, mert akkor simán. Egyébként igen, még az is jó megoldás lehet. Hát szőrös a Károly felesége, és szeretném már végre úgy, ahogy megérdemli. Ünnepélyesen, igen. Ünnepélyesen akkor szóljon. Na, nézzük, hogy mit tiltanának le a mi hallgatóink. Szép reggelt, drágáim, picit elszundíztam, elnézést, hiszen Szabin vagyok, de hallgathat titeket áhítattal Pöpi a Hentes. Ó, szia. Visszatért közénk. Jó reggelt, boldog új évet a csapatnak. Útban Budapest felé ti vagytok a legjobb társaság. M3-ason gyérforgalom volt, egyébként egy órája. Nem árt az óvatosság, Joe a zsaru. Aztán Hali Buké, tök jó lenne egy olyan app, amiben ha letiltok egy celebet, akkor nem jelenne meg sem a hírfolyamban, sem a böngészőben, sem a YouTube-on. Vagy egy zeneszámot felismerne és letiltaná, illetve kicserélné egy dettó hosszúságú random dalra a vinyomról üzeni KP. Aha. Ez nem egy hülyeség. Nem, abszolút nem. Hogy tényleg olyanokról érkeznek a hírfolyamban mindig újabb és újabb és újabb, akikre egyáltalán nem vagy kíváncsi. Valami miatt ugye az algoritmus az küldi, és de nem azért, mert rákerestél, hanem azért, mert valamiért. De most a közösségi médiáról beszélünk a hírfolyamodban? Hát nem csak közösségi médiát, a Google például. Csak kinyitod a Google-t, neked egy olyan hírfolyamot küld, ami elvileg a keresési szokásaid alapján rakja össze plusz névi kínálat még a nagyvilágból, de hát azért most nem akarok neveket mondani, de az állandóan szembe jönnek, és nem vagyok rá kíváncsi. Hogy ezt egy appal ki lehetne szűrni, ez tök jó lenne, soha többet ne küldjön róla semmit. Hát hogy olyan app már egyébként lehet, hogy simán, hogyha valakire nem vagy kíváncsi celebre, akkor ugyanazt a hírt lehozza neked, csak más nevével. Az is jó lehet. Nem rossz. Jó reggelt, boldog új évet, Zoli vagyok, én a Star Wars jogait venném meg, hogy ne csináljanak több Star Wars sorozatot, filmet. Amióta a Disneynél vannak a jogok, teljesen tönkretették ezt a brandet. Én, mint Star Wars rajongó, mondom, már nagyon unalmas a hideg kiráz a Star Wars név hallatán. Mennyire igaz, én nem voltam Star Wars rajongó, de ami tényleg most folyik néha ilyen... De már annyi sorozat, hogy nem lehet követni. Már gyerekeim se nézik, pedig ők aztán az a korosztály. Igen.
Sziasztok, én a Kovalszki meg a Vega zenekar törölném végleg. A nagy életmegmondó szövegeitől hányok, Adri. A szöveg az veszélyes dolog, igen. Tehát ha valaki csinál is valami olyan zenét, amire azt mondta, hogy ez tetszik, szöveggel nagyon el lehet rontani. És ezeket én sem bírom, amikor elkezd okos lenni valaki, meg vannak még ezek az alter zenekarok, akik találnak mindig egy énekesnőt, akinek gondolatai vannak a világról. Mm-hmm. És azt eléneklik. Igen. Ezek az új gondolatok, az veszélyes. Azok veszélyesek. Sziasztok, gyűjtsünk az emberek zenekar munkásságára. Ezt nagyon sokan írták. Uh-huh. Tehát az emberek zenekar, az mitől? Az akkor nem volt kedves? Tehát akkor nem volt egy ilyen kedves, a Berkes, ott zongorázott, Miller ember, énekelgetett, olyan nem göndör volt, olyan izé, olyan, senkit nem bántott, senkit nem volt agresszív, nem volt hangos a gitár. De legalább bántana. És, a rádiók régen is szerették. Én emlékszem gyerekkoromból. Én értem, de az a gyűlölet, ami most az emberekben van, amit hogy a hallgatókban van, az mitől? Túl sokat játszották a rádiók? Vagy rájöttek, hogy ez egy átverés? Vagy tőled, nem tudom ezt. Igen. Neked igen, ebben van egy kis részed szerintem. Hát hát egyébként szerintem az benne a zavaró, hogy ez zenekar, ez nem zenekar. Hát ez egy ilyen összerakott fiúbanda igazából. Amíg az sem, mert ez egy duó. Nem trió? Nem. Hárman vannak? Hát mások is zenéltek benne, de igazából a Berkes meg a Millernek a neve fémjelzi őket. Hát a harmadik milyen hangszeren játszik? De tényleg olyan, hogy összeraksz egy kovácsot meg egy cipészt, és nyitnak egy informatikai vállalkozást. Tehát nekem ilyen. Nem, na mindegy. Jó, oké. Én betiltanám az apostolok. Nem lehet a boldogság. Apostol együttestől. Igen, hát ez Gyuri az. Igen, de az ritkán megy. Sziasztok, sokat játszottátok, sajnos a világból kifutok, amikor szól, az okát nem értem, Anita énekli, gyere lépj át velem a nincsen, uniszex talán, az. Ha gazdag leszek, tuti megfizetem, hogy ne játszátok soha, Pali. Látod, megint a szöveg. Át kell lépni, igen. Igen, ez érdekes, hogy a hallgatóság most kezd ráébredni, hogy bizony, ha a szövegre odafigyelsz, akkor az nagyon sok esetben pocsék és agyonver mindent, ami a dalban még érték. Igen, de a magyar lakosság választott egy nagyon jó menekülőutat, hogy nem tudunk angolul, és így viszont nem tudjuk, hogy a külföldi dalok igazából miről szólnak, szerintem ott is kiborulnánk egy-két dolog. Lehet. Na, nagyon sokan, ezen nagyon csodálkozom, a Ki ez a lány című produkción. Ja, úristen. Aha, úristen, ki ez a lány. Én nem tudom, én bírom. Tehát ugye, nekem... Meg hát hónapokig a Csapból is ez folyt, szóval elhiszem, hogy egy idő után már ilyen túladagolás lett. Aha, akkor azért. Azt mondja, én Falkót tiltanám ki, a német olyan, mint a kutyaugatás, soha nem értettem. Hát valószínűleg más nyelvet sem. Igen. Aztán... Jó, szép jó reggelt. Ó, a karácsonyi bőrzénkre. Én elcserélném a JBL Extreme 2 Bluetooth hangszórómat. Ki mit tud ajánlani érte, Ági? Wow, ezt megnéztük, az a nagyobb, az már nyakba akasztós, és hát ezek úgy szólnak, wow, mint az állat. Azzal egy házi bulit megcsinálsz. És Ági, ezt miért akarod elajándékozni? Nem ajándékozni, miért akarod elcserélni? Hát ez egy tök jó cucc. Ha lehet, hogy nem hallgat egyáltalán zenét. Ja, lehet. Én erre tudok gondolni, de az tényleg jó. Vagy van neki mi? Jó, hát ezért a JBL-ért mit tudtok ajánlani, ami ugye karácsonyi ajándék, tehát most ne pénzt ajánljatok. Egyébként ez, meg is néztük, ez azért 80 fölött van az értéke. Ez egy komoly értékű ajándék. Igen. Hmm. Na, az emberek mama számát mindenképpen betiltanám. Ilyen nyálas, gel, sírós, undorító dal nincs még egy. Tudom, ezzel egyedül vagyok, de rásztűr a hideg, Kata. Kata, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Ez teljesen hiteltelen az. Jó, a dal. Tehát ott az tényleg a rég meg nem látogatott anyukák esetleg elkönnyezik magukat rajta, de ez egy őszintétlen dal. Ez teljesen egyértelmű. Hatásvadász. Pontosan. Összerakták ugyanúgy, mint ahogy a karácsonyi dalokban szoktuk mondani, hogy bele kell a száncsengő. Itt is össze van rakva a motivumokból. Igen. Sziasztok, én a Csókirály tiltanám be, agyon játszott, nagyon idegesítő, pedig kedvelem Fenyő Miklóst, de ezt túltolta. Miért? Így nem mondjuk Fenyő Miklós, ezt túltolta. De miért? Tök jó a Csókirály. Nagyon jó. Azok még dalszövegek voltak. Jött egy felhő, leszállt közénk, milyen egy okádék lepradal. Azonnal kötél általi golyót érdemel, aki leadja. Na, adjuk már, az egy ikonikus dal, a Gangstával főleg Betét. Nagyon jó. Persze. Ezt azt időnként hallani kell. Jó, tudod, okay. Tovább is, Laci? Nem. Halleluja Istenek, zötyög az élet, Hevesi Tamás. Idézőjel. Jön a szerelem, de úgy is véget ér, van az úgy, hogy az édes bosszú olyan savanyú, mint a rossz kenyér. De nekem így is jó, mindenki egyszer él. Ha meghallom, itt azonnal kinyomom a rádiót, Szabi, Kazincz, Barcelona. Gyerekek, a szöveg?
Hát igen. A szövegírók azért... nem gondolták végig azt, hogy egyszer lesz ennek böltje. Hogy egyszer érteni fogják azt, amit írnak, igen. Valaki. De ez az édes bosszú rossz, mint a savanyú, szerintem ez egy jó kép. Ez. Igen, de neki mindegy. Ja, neki mindegy, csak tűnjön el. Igen. Jó, okay. Mindenki egyszer él. Ez is de igaz. Én nem tudom, tehát jön a szerep, hogy az édes bosszú, hogy a savanyú rossz kell, hogy tök képzavar rá kezd alakulni, de neki így is jó. És akkor az meg olyan, már olyan szociál. Olyan, jó, ez nekem azért. Olyan. Hát, én nem tudom. Van még Bújé királyok, tessék, itt van egy külföldi dal, amit betiltanák, oké, betiltanák, Nelly Furtado, Turn Up The Lights. Idióta barom szöveg. Furkáros Nelly szöveg, olcsd fel a lámpát, cap, 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 olcsd le a lámpát, prap, prap, pra. Ilyen szöveggel ovis dalok sincsenek. Azért, mert angol a szöveg, még nem mindenki mongol idióta, aki beszél angolul. A dal a csernobili beton szarkofág alávaló, de felhúztam magam, Jani. Hűha. Hát eléggé felhúztad magad. Hát, igen. Szép. Oké, na jó van, hát köszönjük szépen. Egy fél óra múlva, már 20 perc múlva elkezdünk bőrzézni, de addig még Hungary Machine-t játszunk. Így van, és egy páros belépőjegyet tudunk adni a Retro Dome Fergetek partira január 14-re az MVM Dome-ba a broadway.hu felajánlásával. Akkor hívatok most 0620-22-22-122. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz, 6 perc múlva. Húha! Jött itt minden, már a karácsonyi csereberékkel kapcsolatban azért egy párat elmondok. Szóval, ott van az elektromos borotva, ugye, a rózsaszín mamuszra valaki gerjed. Azt mondja, igen, a mamusz nekem mindent megér, üzeni retrócsávó, hát így nem messzebből díl, ez a nekem mindent megér. Akkor a Féltelek című dal, duett. Mindig akkor szólal meg, mikor panírozok, vagy virágot ültetek, tiszta föld a kezem, és nem tudom azonnal lehalkítani a rádiót. Hát rendezd át az életet. Elviselhetetlenül nyálas, printelek a rádió felé, a megszólal, egyébként mindkét Gábor által választott dalhoz utalnék. Puszi, Anita. Aha. Nem rossz az pedig. Mi a Szolnoki Peti meg? Meg valaki. Igen. Sziasztok, anya csupasz, köszönöm, nem kérem a borotvát, Károly. Oké, Károly, csak gondoltam. De még írjál. Miért háborogtok? Szerintem az a bolond, aki most, hogy ragyog az ég, mégis áldozza. Ez nekünk szólt. Igen. Sziasztok, Istenek, én is, vagy én egy rizsfőzőt tudnék ajánlani a GBL, a GBEL, GBL-ért cserébe. Vadi új. Egy rizsfőzőt a GBL hangszóróért, vagy azt mondja, a GBL tudok ajánlani forró levegős fritőzt, Zilber Crest márkájú, 3 év gari, bontatlan, fekete színű üzeni a Szolnoki Buvaros. Ezek jók. Igen. Jó, akkor a JBL-es majd megkeressük, neki van már két ajánlata. És most játszunk amúgy is, András van a vonalban. Szia András, hello! Hello, hello, boldog új évet mindenkinek, halleluja! Boldog új évet neked is, András, halleluja! Jó, jól telt minden ünnepek, szuper volt? Szuper volt, nagyon szuper volt, 80 napos kislányommal töltöttem az ünnepeket, és kis feleségemmel, úgyhogy minden nagyon siki volt. Volt-e olyan ajándék, amiben csalódtál, csak hogyha mégis beszálltál? Nekem nagyon bátorat minden, amit kaptam, meg talán amit ajándékoztam, de hát, hogy ezt nem mondják, hogyha nem tetszik. Az igaz. Azt meg tudom tőletek, hogyha volt olyan. Ja, lehet, hogy a feleségem ad ide írja. Nem. Oké, András, kezdjük el, mutatjuk neked a dalszöveget. Ó, de könnyű lesz ez, nem tudom. Én most csak a dal címet látom leírva, de ez nem lesz nehéz. Figyelj, mehet? Mehet, jöhet, igen, köszönöm. Az este nem múlhat el, szépen bűvölj nekünk valamit, szállj velünk a szerelem szárnyán. Mm. Utazunk végre, csak erre vártál. Na? Akkor ez az, ami volt a himnusz a magyar válogatottnak talán? Lehet így mondani. Az éjjel soha nem. Hát lehet itt majomkodni meg minden, de ez egy borzalmas. Messzire vezet ez, amiben most belekezdtél, barátom. Messzire nem, vezet. Én teljesen tisztában vagyok. Tehát ez egy rossz dal, amit nagyon jól elkapták azt a hangulatot abban a pillanatban is. És egy teljesen új értelmet kapott a dal. Igen. Hát ebben csak belekapaszkodtak, igen, ebben az igazából valójában körülbelül ugyanott van, mint a mama. Tehát pontosan. Van előtte sokkal, Gyuri, nem. Nem, most nem. Emlékszel arra, hogy ott loktál a 4-6-os villamoson a 2016-os EB-n. Mindenki együtt átérezte, és szuper volt, és akkor én is úgy gondoltam, hogy jaj, de helyes, de önmagában ez a dal, ez jó, de azért ez már régen is egy jó dal volt. Ahhoz Gyuri, kérlek szépen, ne vegyél már részt ebben a műsorban. Ne arra, hogy a mamával azért ezt szinten emlegetni, ez tőled is túlzás. Én nem mondtam semmit, de tetszett. Azért most nagyon, nagyon túlzásba vittétek ezt. Most ezt elszörnyűlök ez. Most mit? Hát szigerültött valami? Igen, most megdöbbentettél. Ritkán tudsz megdöbbenteni, de ha az, hogy ez egy szinten azzal a nyálasz dallal ez... Ezt az András mondta. András. Én mondtam, de sajnos nem volna, akkor nem mondom. Sajnos elrontottad, András. Akkor most csak egy reklámtáskát fogok ide. Ne, se.
Miért nem tudsz elvonatkoztatni, Gyuri? De miért kéne elvonatkoztassak? Szerintem ez menő ez a dal, és kész. Azért menő, mert dzsudzsákot látod magad előtt, amikor becsukod a szemed, mindig is. Mi amúgy is, ha nem ezt a dalt hallom, akkor is. Azért, de vedd le dzsudzsákot most a kélyes álmaidról. Igen. Most, és akkor most hallgass meg. Menthetetlen. Így is jó. Istenem! Na jó, nem baj, lesz, illetve lesz, van nyereményed. Figyelj, András, ez az egyik. Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépőjegy a Retrodon Fergetek partira január 14-én az MVM Domba a Broadway.hu felajánlásával. Nagyon-nagyon szuper, köszönöm szépen! Ugye? Bizony. És még egy bocsizacsi is lesz. Változott valami a bocsizacsi, van, Gyuri? Így új év kezdetével? Még a téliben vagyunk. Téli, sapi és bögre, jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszi, András. Köszi, szép napot nektek. Szia, hello. Jaj, Gyuri, hogy kiakadt. Igen. De még tényleg egy szartal. Mi? Nem olyan jó ez a dal. Jó, de azért az emberekkel egy szinten emlegetni, ne haragudjatok. Hát azt figyelj, egy ponton túl, egy vonal alatt már tök mindegy, hogy együtt vagy külön ember. Sértésnek is van határa. Nem, sértésnek is van határa. Ja, Isten, Gyuri, elmúlt az a VB, az 16-ban volt, nem is most. És bennem örök él. De az volt. És lesz még, igen. Rici Martin írja valaki, jó. Ez a Rici. Jó, jövünk vissza, és karácsonyozunk méghozzá azokkal az ajándékokkal, amelyeket véletlenül sokan kaptak, és megint csak nem találták el az ízlésedet. Igen, de hogyha olyat kaptál, amit szeretnél elajándékozni, akkor rendesen írd meg, hogy mi az, mert hát, ha valaki meg nagyon örülne, és tud érte valamit adni, ami meg neked jó. Igen. Már kenyérsütőt is ajánlottak a JBL hangszóróért, rendben van. Itt most az árérték arány nem biztos, hogy a tulajdonos figyelembe veszi, de azért a kenyérsütő és a JBL között egy négyszeres szorzó van. Mm-hmm. Csak mondom, hogy nagyjából árban, de lehet, hogy őt nem érdekli, nem akarom befolyásolni. Azért legyen méltó a csere objektum, vagy hogy mondjam. Igen, de valakinek sokkal tök mindegy mennyibe kerül, csak hasznos neki az a kenyérsütő, akkor vigye. Oké, tehát azt nézzük, hogy ki milyen felesleges vagy rosszul eltalált ajándékot kapott. Ezt ti most ajánljátok föl nekünk SMS-ben, hogy mitek van. Részletesen írjátok meg, hogy milyen. Igen, hogy milyen, mert például volt, hogy borotva, aztán kiderült, hogy női. Tehát mitek van, és mit szeretnétek leginkább érte cserébe? Ott fel is sorolhatok egy pár dolgot. Jézusom! Ne nézd már a tévét egyfolytában, mindig megijedsz! Jé, te ezt láttad? Igen. Egy nyakör van a emberek énekesének a fián. Látod, most addig emlegetted ezt az együttest, még megbüntet a fia, tessék. Megjött hát, neked. Hát vagy őt láncolták oda, azt a rohadt. Na mindegy, bocs, csak ránéztem valamire. Elnézést, drága hallgatók. Ti vezessetek nyugodtan tovább, egyenesen. Majd szólunk, ha olyan van a tévében, amit érdemes. Igen, szóval ezeket szeretnénk összefésülni, és hogyha van olyan, hogy valamit odaadnátok, és cserébe kapnátok egy másik, összehozunk benneteket, megbeszéljük telefonon, és akkor sikerült az üzlet, jó? Mindenki ezzel jönk vissza a hírek után. 8 óra 12 perc, jó reggel, sziasztok, itt vagyunk, Laci, hello! Jó reggel, sziasztok! Szia, Gyuri, jó reggel! Sziasztok! Gyuri, üzenek neked, hogy Gyuri, Föni nem vitt semmi túlzásba, az éjjel soha nem érett véget, és a mama egyformán nagy határ hulladék, mint kettő. Jó, ölelkezzetek össze, nyugodtan. De nem, ezt András mondta egyébként, én csak... De akkor mindhárman, jó. Lehet ez. Egyre több. Most a karácsonyi bőrzében próbálod elérni Ágit? Ágit éppen, Ági, vedd fel a telefont, Léci, mert a JBL-el kapcsolatban szeretnénk itt különböző felajánlásokat tenni. Léci, vedd fel a Gyuri hív éppen. Na, a zene egyenlő gyógyító energia, életöröm, mozgás, tánc, dal, költészet, érzelem, sport. Miért írtad le? Hát van olyan. Hát kinek mi az? Igen. Na jó, én közben itt nézem, hogy mik jönnek még, mert ugye itt a karácsonyi ajándékozásról szeretnénk beszélni, illetve minden évben ezt tesszük, tehát hogy ez a rutinunk, egyébként hello Anett, bocs. Jó reggelt. Igen. Minden évben ezt tesszük, mert teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy karácsonykor nem mindenkit elégítenek ki. De maradjunk az ajándékoknál. És ez sajnálatos. Hát igen. És mi ezt itt helyrehozzuk. Ma reggel. Igen.
Nyilvánvalóan az ajándékokról van szó, ahogy a Laci is mondta. Tehát nagyon sokszor kapunk ugye ajándékot, többnyire nem is barátoktól, hanem távolabbi rokonoktól, vagy anyós-após, vagy esetleg nagyszülőtől. De általában anyós, igen. Anyós az, aki többnyire nem tudja? Hát gyerekek, meséltem azt a papírnehezéket, ami egy dunai nagykő volt, körülbelül 5 kilós, és rá volt festve egy háttal fekvő mesztelen görög nő. Papírnehezés. És mi volt ráírva? Semmi? Semmi. Ez egy papírnehezék volt, ő azt mondta, de szerintem... Nem volt rá, hogy Korfu. Nem, semmi. Tehát kaptam egy követ. Azt elcseréltem volna. De aha, megvan, őrzöm. Na, például ez egy olyan ajándék, amit... Ezt festettem? Hát... Ön arckép. Ahogy a kép kinéz, simán benne van a pakliban, de ez egy olyan ajándék volt, amire nagyon nehéz volt úgy csinálni, hogy jaj, de jó, pont úgy vitte a szél a dolgozószobába a papírokat, ez a papírnehezék olyan jókor jött. Igen, nagyon-nagyon nehéz. Ezekre jó arcot vágni próbáltok egyébként, hogy olyan ajándékot kaptok, ami... Ja, hogy nem. Tényleg? Igen, én bevallom, hogy inkább azt mondom, hogy te figyú, ezt nem, de én nem. Én a falat nem merem ezt mondani. Másra. Én ezt a falat nem merem mondani. Én, jaj, köszi, nagyon. De én is kihívom a hóra. Nyilván gyorsabban rakom újra le az asztalra, vagy nem tudom hova, de ott azt mondom, hogy köszönöm, de jó. Ja, persze, ott az elején igen, de aztán úgyis visszatértek rá, nem? Ez a, na, ide felveszed, felpróbálod, nem tetszik, és akkor már ugye elő lehet vele hozakodni, nem? Picit később vagyok. Igen, igen, talán. Mondjuk én akkor sem merem. Én inkább utána elcsomagolom. És de ez a pulcsi, aminek hátul ugye csipketerítő, ezt kaptad? Nem, ezt vettem. Ja, vetted, bocsánat, arra úgy. Nem, mondd már, hogy rossz, ez egy tök jó pulcsi, ezt én vettem. De kaptam én rémséges ajándékokat. Na mesélj te például. Mert ugye valaki a közvetlen hozzátartozójától, lást férjétől vagy feleségétől kap olyat, amit nem hisz el, hogy tőle kapja, aki ismer, együtt él velem, stb. És mégis. Igen, igen. Tehát azért bele tudtok ti trafálni olyan dolgokba, hogy... Többes számba beszélj, mondd a konkrét esetedet. Volt néhány. Na mesélj például. Gergő az elején, tehát azt gondolta, hogy én oda vagyok az illatgyertyákért, és minden évben... Képzel... Az illatgyertya az a legmegúszósabb ajándék. Ilyen, tehát az a, aki ma vagy idén illatgyertyát ajándékozott, az szégyelje magát mélységesen. Tényleg. Az a legmegúszósabb ajándék, az illatgyertyára senkinek nincs szüksége, és mindenki szívesen veszi, mert olyan félre rakod. Biztos meggyújtod egyszer-kétszer egy évben. Tehát az illatgyertya, azzal lenézed a másikat. Hát szinte most 200-300 ezer ember szomorodott. Nem baj, nem baj. Nézzenek csak tükörbe. Jobb ebből tanulni. Jobb ebből tanulni, igen, így van. Igen, én is azt gondolom. Meg hát ezek a lehetetlen ajándékok, amiket már elmondtam, hogy nem csak karácsonyra, de születésnapkor említettem, ugye, hogy szervizbe vitte a kocsimat. Tehát ezek nem ajándékok egy nőnek. De jó az. Igen, na jó, mert hétköznapra esik a születésnapod, de ugye karácsony az karácsony, ott nem viheti el 24-én szervizbe. Nem, de mit nincs, tudom nincs én. Az a szerelő, aki fel kell miatt. Vett nekem. Nézd ki az ablakon, nincs ott a kocsid. Mert szervizben van. Igen, tehát hogy ő mindig az első időben, utána most érdekes módon, mióta nem élünk együtt, olyan tök jó ajándékokat vesz nekem állandóan. Bikini. Meg olyanokat, amire vágyom. Kaptam. Gyűrűt. Na, mondj egy példát, aminek örülsz. Na, most ez a kabát, ami rajtam van, ezt tőle kaptam. De helyes. Igen, karácsonyra. Oh. Fel is vettem ma, az első munkanapomon, most jó hideg van. De jó, de azelőtt meg illatgyertyát. Azelőtt meg évekig. Hmm. Nem egyszer-kétszer. Hát ez azt jelenti, hogy valaki kampányban van. Hát ez egy fél fizú az a kabát, azt látom. Nem egy illatgyertya. Jó, hát állatból van, az tény. Igen. Így nem. Van. Nem állatból van? Őszintén remélem, mert... De ha igen, akkor puli. A állat. Hát, vagy kecske maximum, igen. Nem, ez összevart 11 uszkár. De összevart. Racka uszkár. Mindegy, majd meg felveszem, hogy megnézzétek, hogy jó, majd megnézzük. Áll. Laci, neked volt a köved, igen, volt Gyuri, kövem, igen. Te nevén tudod nevezni a dolgokat? Nekem volt már bőven pénztárca, olyan óra, amire el se tudtam képzelni, hogy ez hogy jött össze. Na most is oldod. Velem. Az már egy másik. Minden évben kapok, csak nem mindegyikén meg. Ja, te meg azért vagy veszélyes, mert neked ugye megvannak azok a témák, amiben azt gondolja az ember, hogy ó, könnyű, aha, szereti a repülést, szereti, igen, az autót, és azon belül meg úgy is tudod, hogy mi az, ami neked kell, meg tetszik. Igen, most veszel neki egy szép overallt, ilyen repülős overallt, azt hiszed, azzal nem tudsz hibázni. Hát tele van a szekrény. Igen.
Egyrészt. Másrészt azért repülős könyvből most már tényleg külön polcot kellett vennem. Tehát repülős könyvet annyit kaptam, de ott azért látom a jó szándékot, meg hogy elgondolkoznak. De valóban egyszerűen már sok. De... Igen, neked italt is nehéz ajándékozni. Tehát abban neked. Érdekes, könnyen. A Laci mindig jól eltalálja. Nagyon könnyen beletörik az ember bicskája. Most kitettem magamért, vittem a prémiumokat, többes számban mondom prémiumokat. És így is mit kaptam? Megtanulhatnál ajándékozni most már. Nem, ezt elfogadtam, nem? Beengedtelek. Elfogadtad, beengedtél, majd megjegyzéseket tettél. Mert utána megjött a Laci, és ő tudta, hogy mit kell hozni. Hát persze, tehát a Lacinak az élet a túlkompenzálás, ezzel nem tudok versenyezni. Nem, a benzinkútnál nem tudsz ezzel versenyezni. Na jó, ezek vagyunk mi. Ilyenkor mit lehet tenni? Tehát visszaviszed a boltba, elcsered valami másra, szólsz-e, elmondtad, hogy az illatgyertya az nem jó ötlet? Hát el, most. Ja, most. Gyuri, te nem inkább kussolsz, ugye? Nem, én elmondtam, hogy szerintem ezt cseréljük ki, mert ugye, és egyébként hosszú távon szerintem is ez a jobb, mint utána vagy felkérdez, és kiderül, hogy ciki, mert nem is használod. Na én ezért eszem el a dolgokat, tehát nekem minden megvan több évtizedre visszamenőleg, ilyen hülye ajándék, amit semmire nem tudok használni, de hogy még én energiát, meg időt fektessek abba, hogy még elmegyek az üzletbe, és kicserélem, és az biztos, hogy nem. Jó, itt most ugye arra kértük, és kérjük a hallgatóinkat, hogy amennyiben volt a mostani karácsonykor egy-egy ilyen ajándékotok, amivel nem tudtok mit kezdeni, és szívesen elcserélnétek valami másra. Érdekes módon írtatok jó sok mindent, de hogy mire cserélnétek, azt a legkevesebben írtátok meg. Tehát azért ez baromira érdekelne, pont azért, hogy tudjunk találod meg. Lehet, hogy valaki éppen hallja, hogy basszus, nekem pont ilyen van, na, akkor azért betelefonálok. Tehát azért írjátok, hogy mi lenne az egy pár dolgot, amit elfogadnátok cserébe, mert ugye itt van például ez most nagyon-nagyon listavezető, ez a JBL hangszóró. Igen, és még itt 8 előtt beszéltem Ágival, hogy akkor cserélünk meg mi lesz, és hát azóta nem érem el, szóval, hogy kergetem. De igen, azt se értem, hogy miért írtok, hogyha nem vagytok hajlandók szerepelni a műsorban, amikor ez egy olyan dolog, hogy meg kell beszélni. Tehát most, Ági, vedd fel a telefont, vagy szégyeld magad. Igen, mert nagyon sokan lelkesen vállalkoznak, hogy cseréljenek, szóval, hogy ez most... Azért még vállalta a beszélgetést, nem? Hát, hogy Ági férje mondta, hogy azért ez... Na. Na, igen. Jó, akkor még egyszer elmondom. Tehát 11 éve vagyunk együtt a párom, én aki 98%-ban sötét ruhákat és lábbeliket hordok. Karácsony este nyitom ki az ajándékot rózsaszín mamusz fehér szörmével. Azt hittem valami vicc, de nem az volt. Szóval mamuszom cserélném akármire, szép napot mindenkinek. Hát kurrens az áru nagyon. Jó, akkor szeretném elcserélni a karácsonyi ajándékomat egy Philips elektromos borotvát, mert már van egy másik Glória, és ez egy női borotva, ezt tisztáztuk Glóriával. Tehát van egy női borotvánk és egy rózsaszín mamuszunk fehér szörmével. Aztán elcserélném, ezt Ági küldte, a JBL Extreme 2 Bluetooth hangszórómat. Ki mit tud ajánlani érte? Ági, jöttek az ajánlatok, de nem veszed fel a telefont. Igen, most írja, itt látom az SMS-t, hogy behívták egy megbeszélésre. Hát jöjjön ki. Igen, hát igen. Ez mondjuk egy megoldás. Igen. De hogy hallja, hogy hívjuk, hogyha behívták a megbeszélésre? Lehet, hogy látja. Lehet. Hello csávók, mamusz nekem mindent megér, retro csávó, egyelőre nem tudunk többet. Aztán Ági JBL-ért adnának egy rizsfőzőt. Igen, az nem rossz. Akkor JBL-re tudok ajánlani forró levegős fritőzt Silvercrest márkájú 3 év gari fekete. Aha. Ezek nem tetszettek Áginak, eddig ezt el tudom mondani. Oké. Új Philips gyümölcs centrifugát cserélnék. Köszi Petra. Petra, mire? Nem akarod felhívni Petrát? Jó. Nézzük meg. 757-kor írta ezt a Philips gyümölcs centrifuga, mert ez például egy olyan dolog, hogy a gyümölcs centrifuga önmagában egy baromi jó dolog. Egy rossz van benne, a tisztítása. Ezt nem mondd el, hát akkor nem fognak érte ajánlani. Nem azért, hát ez akinek kell, úgyis megveszi, nekem is van. Aha. Nekem de is nem, van. De, jó, oké. Okay. Na jó, 757-kor volt, Gyuri. Csak hogy a számod nem mondjam el. Akkor a JBL hangszoróért egy kenyérsütőt tudok felajánlani, szép napot. Akkor a hangszoróért én is felkínálok egy konyhai dagasztógépet, Tibi vagyok. Igen, csak itt is nézem, hogy azért árban azért ezek különböznek, tehát lehet, hogyha mit tudja, van egy kenyérsütőd, vagy egy dagasztód, vagy egy forró levegősütőd, akkor még valamit találsz ott a polcon, na amivel... Oké, de a dagasztója kicsenéd, akkor azt hiszem, hogy lepipálta a JBL, tehát ilyen téren. Jó, de van ilyen, és azt, hogy a JBL-ért tudnék adni egy Klarstein konyhai robotgépet, egy Winter Edition bocskorsapit, és 30 000 forint készpénzt. Ó, Ági. Szabi Kazinc Barcelonáról. Ági, hát hogyha nem veszed fel a telefon, nem lesz ebből Berecki úr összes dalát kitiltaná, oké. Karácsonyra kapott hajszárítót cserélnék, márkája Silvercrest, ionizáló. Originált csomagban. Aha. Originált. Érdekelne kenyérsütő is, de nyitott vagyok. Ildikó, figyú, van egy kenyér,
Sütő. Van kenyérsütő. Van egy kenyérsütőnk, és ő adna érte egy ionizáló hajszárító, Gyuri. Jó. Jó. Ki van a vonalban? Petra? Petra. Hello Petra, szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia. Jó reggelt, drágám. Petra, gyümölcsszertve, ez most jött karácsonyra? Igen. Ó, és mi a baj? Én pont mondom, hogy nagyon jó dolog a gyümölcscentrifuga, csak a tisztítása nehézkes. Nagyon jó igazából, csak nekünk már van, úgyhogy így nincsen szükségre. És ki az, aki nem tudta, hogy nektek van? Nagyszülő. Nagyszülő, édesem. De nem baj, figyú, viszont nem mondtad el, hogy mi lenne jó. Van itt bármi, ami tetszett itt a mostani kínálatból? Tetszett például az a forró levegős sító, bár abból is van, de az most már úgy néz ki, hogy sajnos cserére fog szorulni. Aha, okay. Annak mondjuk szívesen örülnénk. Hát nem is tudom, még esetleg a forró... női borotva is. A női borotva is? Glóriát föl tudjuk hívni, illetve a forró kenyérsütőt, vagy mi ez? Forró sütő, forró ember? Sütő. Melyiket hívod? Szólnak ki fuvaros a forró levegősütőt, melyiket hívjam? Melyiket hívjad? Inkább a női borotvát, a Philipset, vagy... Inkább a forró levegősütőt. Forró sütő? Igen. Oké, okay, akkor hívd Léci a szolnoki fuvarost. Bár ő egy JBL-t szeretne. Hát ebből hát azt megértem, az biztos, hogy nagyon sokan szeretnék. Igen, igen. Most valaki bedobott ilyen nagy értékűt, meg tényleg egy ilyen izét, tényleg... Hát a JBL-t. Jó, tudod, jó, azt most, hittem, hogy még jött valami. És az most így kilövi a többi. De én azt gondolom, ez nagyon jó, ez egy gyümölcs centrifuga, ez tök jó. Jó, hát... Ági, diszkvalifikáltuk. Igen. Na jó, közben még nézem... Hogy van-e valami? Ági egyébként diszkvalifikálva van, vagy írt valamit, hogy még esetleg később bejelentkezik? Nem írt még semmit, úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, lehet, hogy a JBL ugrott. Oké, okay, idén is elsütik az A4-es rajzlapomat cserélném Audi-ra, oké. Okay, én ezzel már nem tudok nevetni, sajnos. Igen. Igen. Na? A fuvaros még nem veszi fel. Hívjam Glóriát? Ő volt az, aki... Igen, de... Oké, hiú, tarts kérlek, és akkor dumálunk egy nagy... Hogy van fuvaros? Jó, oké, Petra, meg lesz a fuvarosunk, kíváncsiak, hogy mit fog mondani. Super! Na, kit köszöntsünk? Szolnoki fuvaros. Szolnoki fuvaros. Szia, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Na jó, te mész erre a hangszóróra, viszont igazából nincs neked más, csak egy ilyen forró levegős valamit, ugye? Igen, elírtam Silvercrest márkájú. Ja, Silver, igen, most látom, igen. Aha, 3 év gari. Aha, és gyümölcscentrifuga, ugye? Az igen, Petra van a vonalban, így van, gyümölcscentrifugájával. Na, szia, Petra, szia. Figyelj, csak az a baj, hogy nekünk már van gyümölcscentrifuga. Akkor ez a cserem. Igazából ütőz is van, ez másodikként kaptam én is, azért szeretném felajánlani másnak. Na jó, oké. Hát figyeljük, drága fuvarosunk, akkor most búcsúzzunk, majd meglátjuk, hogy mit mond a JBL-esünk. De akkor Petrának még próbáljuk meg a női borotvát, nem? Petra, egyet értesz? Igen, igen, bocsánat. Oké, okay. Okay, akkor a fuvarost elbúcsúztunk. Hívod Glóriát? Uh-huh. Jó, oké. Okay. Glóriának a női borotvájával. Most nézem, még a Mamuszra egy komoly érdeklődőnk van egyébként. És amúgy Petra, nálatok minden jól sikerült? Tehát a férjed, hallom, hogy gyerek is van ott a háttérben, hogy a férjed, ő mindig eltalálja? Nagyjából igen. Egyébként volt egy hatalmas karácsonyi ajándék pár évvel ezelőtt. Kibontottam a fa alatt, hú, hajszárító. Mondom, hajszárító? De jó, hát mondom, igazából van, de hát mindegy, ahogy gondolod. És akkor mondja, de hát tök jó, hát ez új, hát miért? Hát most mondtad, hogy szeretnél. Én így lefagytam, azt mondom, én ilyet biztos, hogy nem mondtam, mondom, akkor vidd annak, akinek szántad, vagy aki szerette volna. Majd fél óra múlva mondja, hogy hát nézd be a fa alá, ott van még ajándék, és így nézem, mondom, na jó, van, mondom, mi ez? Parfüm, téglás, dobozba csomagolva, vagy mi? És akkor így kibontottam, és egy új telefon volt. Úgyhogy csak így próbálta elsütni. És a hajszárító az egy elterelés volt csak. Így van, az egy kamu volt. De jó fej. Na várjál, Petrám, itt van velünk Glória. Szia, Glória, jó reggelt, hello! Hello, sziasztok! Szia! Glória, szia, drága, szóval két pont ugyanolyan női borotvád van? Hát nem pont ugyanolyan, de... Hasonló funkcióban. Ja. Oké, okay. És ezt most kaptad a karácsonyra?
Igen, igen, egy Philips női borotva, rózsaszín, nem piros, hallottam, hogy véletlenül pirosat mondtál. Rózsaszín, igen. És kitől kaptad? Mert gondolom a férjed tudja, hogy minden oké így a szőrzettel. Nincs férjem. Ja, nincs férjed? Okay. Jó, rendben. Unokatesótól. Oké, okay, na nézd, itt van velünk Petra, és neki van egy vadi új karácsonyra kapott gyümölcs centrifugája, és azt elcserélni a borotvádra. Nyugodtan mondhatod, hogy nem, de csak kérdezzük. Egyelőre lát, úgyhogy talomba tartom, mert az is van nekem. Jó, de olyan, azért hadd mondjam el, hogy nagyon sok ajánlat nem érkezett, de hogyha van, akkor persze tártalan, gondolom. De a női borotvár olyan sok még nem indult be. Értelek, aha. Jó, 50%-ot mondtatok, nem tudom. Persze, csak... De hogyha nem érkezik más, akkor jó, benne vagyok. Rendben van, oké. Na jó, akkor letesszük, Glória, köszönjük szépen. Petra, hát neked még keressük, tehát azt mondta, hogy ha más nem jelentkezik a női borotváira, akkor elcserél veled, rendben? Jó, milyen ajánlatok vannak még egyébként? Jó, én is azt nézem. Nagyjából hasonló. Van egy rózsaszín mamusz. Hát azt köszönöm, nem? Van egy rózsaszín mamusz, te vagy ugye a gyümölcscentrifuga, konyhai dagasztógép. Van kenyérsütő. Kenyérsütő az hol? Ja, az a is dagasztógép, van. Az még. Azt tetszik. Dagasztógép Tibivel. Gyuri, megpróbáljuk gyorsan, bár ő hangszórót szeretett volna, de gyümölcs centrifugáért lehet, hogy ott adja a dagasztógépét. 803. Uh-huh. És Tibi. Jó, Gyuri próbálja valahogy előkeresni ezt. Jaj, és egyébként neked milyen a tapasztalatod nem ezzel, hanem az előző gyümölcs centrifugával? Ugyanaz, mint nekem, hogy nehéz tisztítani? Tehát ez a baj, mert amúgy én imádom. Hát igen, ugye sok alkatrészből áll, és tényleg mire az ember így mindent eltisztít, de most ugye a gyerkőc mellett nagyon jó. De isteni hát, dolog, csak tényleg. Ő is ugye nagyon-nagyon szereti ezeket a trígyümölcsös dolgokat. Csak hát és ugye ott van az a szűrő, amiben úgy centrifugálja, tehát az a fémes tölcsérszerű valami, és abból kiszedni, aztán ott folyik ott alul, és akkor oda is még valahogy, nem tudom, egy szivacsal, mert ugye ott ráragad a narancslé, vagy a répalé, vagy az almalé. Most mi van, Laci? Nem, de kezd nekem ez a gyümölcscentrifuga egy olyan eszköznek tűnni, amit nem szabad bevinni a házba. Mert annyi gondot csinál meg koszt. Nem, azért ez nem így van. Jó, hát... Nem, de igazán Petrának, hogy tényleg és össze kell rakni, hogy ezt erre, ezt arra, tehát nagyon sok alkatrészből áll, aha, és aztán oda rakod a szekrénybe. Na nézzük, Tibi van a vonalban? Tibi, hello, jó reggel, szia! Szervasztok, sziasztok, hello. Szia, bocsi! Jó reggel, Tibi! Hát te meg akartad úszni ezt a dagasztógépet azzal, hogy egy hangszóróval itt nagyjából felkalibrálod a család, aha, vagyonát. Na hát az most egyelőre nincsen, de te beszéltél is Ágival, ugye? És Áginak azt mondta, hogy a dagasztógép nem. Igen, azt mondta, hogy az nem lenne búli. Viszont itt van velünk Petra, és ő szeretne egy gyümölcscentrifugát adni neked a dagasztógép. Nem nyerő, mert nekünk volt már gyümölcscentrifugánk, de igazából egyszer próbáltuk ki, de valójában nekünk az nem nyerő, pedig még gyerek is van. Hát itt tart. Gyerekek, 8:30 elmúlt, és hírek jönnek. Petra és Tibi, lerakjuk a telefont, jó? És hogyha van nektek való, akkor ezt még folytatjuk a hírek után, oké? Okay? Rendben, jó, várom, okay, hogy hívjatok. Okay. Örülök, hogy végre a hangotokat így is hallottam. Helyes. Köszönjük szépen, sziasztok, hello! Sziasztok, boldog új évet! Nektek is! 39 lesz 4 perc múlva. Hát van egy pár furcsa, mondjuk így, felajánlás. Főleg a JBL hangszóróra mennek rá. Nézzük, hogy tudunk-e itt most aktuálisan Petrán segíteni, de nézzük, hogy mi jött még előtte. Tehát, várjatok. Igen, a karácsonyra kapott hajszárítót cserélnék, márkája Silvercrest, ionizáló. Jó, ez megvolt. Aztán én olyan ajándékot kaptam, amit sosem fogok kiadni a kezemből, hálásan köszönöm az egész csapatnak a dedikált szakácskönyvet, boldog új évet nektek, Réka. Oh. Ja, Réka, igen, ezt lányom vitte be Rékának, igen. Nagyon szívesen egyébként, puszi. Aztán, sziasztok, én 24 darabos prémium fűszerkeverék válogatást kaptam karácsonyra díszdobozban. Nem tudok főzni. Hát kezd el! Szívesen cserélném valamire. Szóval 24 darabos prémium fűszerkeverék, nem tudom, mi a prémium a fűszerben. Gondolom, különleges fajták. Aki nem tud főzni, annak mindegyik. Annak mindegy. Sóbors kakukkfű. Sóbors kakukkfű. Kakukkfű, mert egy szinten túl vagy. Igen. Igen. Ó, különleges, van benne őrölt fekete bors, kipróbálom, már nem tudok főzni, de... Jó, oké, de 24 darabos, ott még van biztos benne paprika is. Persze. Piros. Hello!
Ezt figyeld, a JBL hangszóróért egy 15 fős szaunában 4 programot ajánlok, Jézus. 4 programot ajánlok szaunamesterrel, frissítővel és kis étellel, Gábor. Figyelj, ez engedd el, Gábor. Igen, ez a GBR-re mindenki ráment nagyon, azóta Ági pedig köddé vált, szóval, hogy... Vagy neki van, ő működtet valahogy 15 fős szaunát, és akkor csak a GBR-esnek hát és 14 barátjának ajánl valami, itt tudom én, gőzt. Gőzt és kis ételt. Gőzt és sajt, igen. Sajtos katonát. Egyelőre szerintem... És be is tudom dobni a gőzbe, ha kell. Egy rózsaszín mamuszra be tudjuk váltani. Várjál. Azt mondja, hogy sziasztok, a JBL hangszóróért felajánlok masszázst. Ez kész, elmentünk egy irányba. Hivatásos masszőrnél többféle masszázsal. Köszi, Csabi. Még jó, hogy a masszőr hivatásos. Nem, Csabi, te masszírozod 80 ezer ér, basszus. Igen. Föltök ajánlani egy órát egy hivatásosnál, ennyit tudok a gyümölcszentri fogáljára. De nem a JBL. Na jó van, itt van újra velünk Petra. Szia, Petra, jó reggelt. Nem vagy itt, Petra? Halló? Sziasztok, jó reggelt újra. Ja, jó, oké, megvagy. Petra, te vagy ugye a gyümölcs centrifugás lány, és keresünk neked sok mindent, tehát a Gyuri itt nagyon-nagyon kutakodott, és itt volt egy felajánlásunk, ez nagyon jól hangzik. Várjál, már elvesztettem. Na mindegy, megtudjuk tőle, itt van velünk Tünde. Szia Tünde, jó reggelt, hello! Sziasztok, Tünde vagyok. Sziasztok. Hello, Tünde. Itt van Petra is, itt van Tünde is. Ja, megvan. Tünde, te azt írtad, hogy sziasztok, én villanófényes női borotvát cserélnék kenyérsütőgépre, vagy gyümölcs centrifugára, turmixgépre. Így van. Igen. Ezt most kaptad karácsonyra, ezt a villanófényest? Nem, tavaly karácsonyra kaptam, de nem használtam egyszer sem, mert nincs rá szükségem. Ez az, amit lehet látni a reklámokban, hogy párszor rávillan a hónaljadra, és akkor ott nem nő ki semmi már? Igen. Nem egy ilyen nagyon közismert márka, de igen, ilyen. De villan. Így van. Jó, tehát akkor itt most van egy olyan igény, hogy Tündének van egy villanófényes női borotvája, neked van egy gyümölcscentrifugát. Petra, tudom, hogy nem arra pályáztál, de mit szólsz ehhez? Én, nekem az is szimpatikus. Ebben okay. Most, na most akkor ebbe benne vagy? Igen. Jó, akkor... Gyerekek, másfél órát szenvedünk, és van egy dílünk. Mindenki nagyon jó. Nagyon jó fejek vagytok egyébként. Igen. Na jó, ez jól hangzik. Nem tudom, hogy ki merre lakik, hogy ez hogy lesz lebonyolítva, mert ez nem a mi dolgunk, csak mondom. Petra, jó. Te merre laksz? Én Győr mellett. Te Győr mellett, és te Tünde? Én Baranyába. Győrban. Jó, hát akkor jó munkát a Magyar Postának, vagy bármelyik futárszolgálatnak. Jó, de meg fogjátok oldani. Igen. Jó, teszem hozzá, ezek a villanófényes, szoktam nézni a MediaMarktban, hogy ezek ilyen 100 vagy több 100 000 forintos dolgok. Nyilván van a prémium márkás, de gondolom, hogy ez se egy olcsó darab. Tehát most így ilyen árérték arányt nem is nézel nagyon, ugye, tüntetesen? Nem igazán. Ezt egyáltalán, tehát nem fogom használni, illetve nincs rá szükségem, bent fog állni a szekrénybe. Teljesen igazad van. Nem tudom, hogy mennyire tudnám igazából eladni valamelyik online fórumon. De az, amit nem szeretsz foglalkozni, igen. De foglalkoznék, illetve ja. Lehet foglalkoznék, de most igazából arra gondoltam, hogy megpróbálom ezt. Jól tetted, és Petra, neked az a gyümölcscentrifugát bontatlan, ugye minden rendben van vele. Így van, igen. Hát okay. Ki lett bontva persze, de nincsen semmi baj. Ja, így van, nem használtad. Jól van, oké. Okay. Megtehetjük-e az, drága Tünde és drága Petra, hogy akkor egymásnak megadjuk a telefonszámaitokat? Jó, rendben. És akkor ti megbeszélitek a részleteket. Oké, okay, rendben. Jó? Hát akkor puszilunk, igen. Nagyon köszönjük. Szép nagyon napot. Nekem sikerült. Köszönjük szépen. Szia Petra. Szia Tünde. Sziasztok. És látjátok, az járt jól, aki nem mohó. Igen. Tehát aki szaunamester valahol, és hét után, zárás után be akart engedni 15 főt a szaunájába egy JBL hangszóró, ez mohó. Igen. Meg egy 20 perces talpmasszázs egy JBL-ért. Nem halt, de... Jó az igen. Volt az. Reflexzió. Igen, viszont a JBL-es elmenekült. Hát igen, amikor látta a felajánlások tömegét, akkor lehet, hogy azt érezte, hogy akkor ez kevés. Hát hoppon maradt a mamuszos.
Aha. Ami drága Glóriánk is, mert itt a villanófényes elvitte a mi Petránkat ugye a gyümölcscentrifugájával, tehát ő is megmaradt a borotvájával együtt, szegény. És hát itt már egyébként ezek meg nagyon jók lettek volna. Forró levegős fritőz, dagasztógép, kenyérsütő, ionizáló hajszárító. 24-es fűszer. Hát eddig még nem találtak párra, de hogyha menet közben itt még valaki ír ezeket akkor kifejezetten még célzottan, akkor tudunk segíteni. Akkor tudunk segíteni, így van. Jó, viszont most hangcsapda következik, és ehhez mutatjuk nektek a hangot, őt kéne kitalálni most. Azért, hogy milyen mecsőziget, amihez mind a világ van. Ahogy kell legyen egy belső, hogy nagyon sok adatóban látogatóval sose bíznek. Úgy bizony, és a Broadway.hu felajánlott egy páros belépőjegyet a Retrodome Fergetek partira január 14-re. Akkor most hívjatok. 9 óra lesz, 8 perc múlva. Na, még itt vannak egyébként a felajánlások, hogyha valami hirtelen még jönne, akkor azt még lebonyolítjuk, de most a Vikivel játszunk. Szia, Viki, hello! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, Viki! Hát neked milyen volt a karácsonyod? Hát én nekem életem legkiegyensúlyozottabb karácsonya volt, mert úgy döntöttem, hogy nem fogok görcsölni, hanem úgy hagyom, hogy minden csak úgy menjen a maga útján. És ez sikerült? Mert az ember ezt mindig elhatározza. Abszolút. Életemben először nem voltam hajlandó se vitázni senkivel, és nem voltam hajlandó görcsölni és stresszelni, hanem én nekem minden jó volt úgy, ahogy volt. A többieknek volt nehéz, de neked jó volt. Nem, nekik is. Nem, mindenkinek jó volt, mindenkinek jó volt. Szuper. Na jó van, Viki, nézzük ezt a hangot, jó? Itt van, az előbb már bejátszottam, szerintem ez egyszerű lesz, tessék. Azért, hogy milyen mecsőziget, amihez mind a világ van. Ahogy kell legyen egy belső, hogy nagyon sok adatóban látogatóval se bíznek. Na? Hát nem vagyok 100,000%-ig biztos benne, de én D-tára nekünkre gondolom. Jó! Mecső, milyen világ van. Kell, hogy legyen egy belső sziget, amihez azért látogatóban se biztos, hogy nagyon sokan lehetnek. Belső sziget. Neked ajánlom ezt, Gyuri, a belső szigetet, néha gondolkozz el. Az én belső szigetemen strandolhatnál, és ott olyan sziget van. Elmondom. Viki, több ajándékod is van, ím az egyik. Partira január 14-én az MVM Domba a Broadway.hu felajánlásával. Na, mit szólsz? Hát nagyon örülök, mert én ilyen 70-es, 80-as évekbeli lány vagyok, és imádom a retro dolgokat és a 80-as éveket, akkor is, hogyha a lányom azt mondja, hogy ez nagyon ciki. Egyébként érdekes, hogy azt mondja, mert nem tudom hány éves a lányod, de az én lányom például nagyon bírja. A tiéd hány éves? 10 éves. Ja, 10, akkor értem. Igen. Akkor val már? Vagy vagyok neki ezzel, én már beül a kocsimba, és mindig elkapcsolgatja a rádiót. De ő miket hallgat egyébként? Valmárt, vagy mit hallgat? Hát, azt is szereti, de Honey Beast, Paulina, ő neki most ez a Okay. Minden. Jó, és lesz egy bocsizacsid is, vintes sapkával, bögrével, tehát így ez lesz a komplett csomag, jó? Nagyon-nagyon köszönöm, ez szuper. Mi is köszönjük, Viki, hívunk majd a címedért. Köszi. Oké, köszi, sziasztok. Szia, hello. Na, gyerekek, a fűszer elindult. Nem mondod. Igen. A fűszereket elcserélném szívesen mézre, lekvárra. Nem tud főzni? Mit csináljon vele? Mézre, lekvárra. Igen. Hát a lekvár az kész. A méz is kész. Hát akkor ez kell neki a fűszer helyett. Nem? Jó, de van olyan, hogy bujék fűszerválogatásért felajánlok egy porcelán kávés készletet. Ú, ez milyen jó. Nem tud főzni. Jogos, igen. Az nem porcelán kávés készlet, az lehet de nagyon jó nem. Is. Az én nagyon jó pontosan, is lehet. Pontosan, hát ezért gondoltam én, hogy én ennek örülnék. Hát még írjál róla, hát ha valaki lecsap a kávés készletedre. Mondjuk a László. Hát, jó, a dizájnja nem mindegy, hogy az most éppen illik, persze. Vagy nem illik. Nézem még, hogy van-e valami, ami mi az, azért mennek a JBL, mert igen, oké, vicces, D-tárenikő, jó. Mi és van? Te azt észrevetted, hogy ebben az országban mindenkinek vagy gyümölcs centrifugája, és mindenki szabadulni akar tőle? Nem ezt érzem. Felajánlok egy indító funkciós akkumulátor töltőt 25K a JBL-ért, vagy a fritőzért. Vagy a mamuszért, hát... Hát tudod, ez a baj, amikor ilyen fontoskodtok egy ilyen műszaki boltban is ilyen dolgokat vesztek, és semmire nem mentek vele. Indító funkciós akkumulátor töltő. Szerinted nekem az kell? Bárkinek kell?
egyet, ami az, hogy indító funkció. Pont ezért nem kell. Hát nem, ez tudom, nem tudom. Jobb a sima, gyerekek, az indító funkciósra ne fussatok rá. Én nagyon megégettem magam vele. Igen, na aztán nyilvánvalóan nem egy órás masszázsra gondoltam. Egy masszázs bérlet érte, megegyezés szerint. De Csabi, neked van egy masszőröd, akit így kiadsz? Vagy te vagy maga a masszőr, aki perverz vagy. Szívesen ad magához egy bérletet. Mert hallott, hogy Ági és nem Ádám, a JBL-es. Mi a Csaba számának a vége? 30-as. És zaklatnád, vagy mi? Nem, csak akinél én voltam, masszőr, igen, aki zseniális egyébként. Ő is Csabi. Ő mondta, hogy mindig hallgat minket. És ő is Csabi, 30-as a vége. Akkor nem. Akkor nem. Na jó, nem látok. Forró levegős fritőzt cserélnék kenyérsütőgépre. Mi van veletek? Gyerekek, egy csomó, ez a konyhai gép, ez egy zsákutca karácsonykor, én hogy azt látom. Ezt tudjuk levonni, mint következtetés? A gyümölcscentrifugát azt mindenki attól szabadulni akar, tehát szerintem beleérte a műszaki áruházakat is. Tehát örülnek, ha valakit bepaliznak. Ezek általában hülye férjek, akik nem tudják 23-án délután, hogy mit vegyen. Persze, abszolút. Ott van mindenki, ugye nagy divat volt a pandémia alatt ez a kenyércsinálás, akkor most ott van a dagasztó, a sütő, akkor most divat ez a légkeveréses, vagy ez a forró levegős fritőz, az most nagyon divat, azt én is látom, hogy az mindig előre van kirakva, vagy azt még a pénztár felé még kapjál fel, igen, egyet. Mindig akciós. De pedig az is ilyen 100 rongy körül van. Uh-huh. Akciósan, egyébként igen. Ja, de, az ilyen 100 rongy körül van. A kenyérsütőgép az lehet 20-30 között kapni. Aha. Csak hát nem kell senkinek, ugye? Mindenki el akarja ajándékozni. Hát igen, miután egyébként elmondom nektek, és ezzel most tönkreteszem az egész kenyérsütő bizniszt. A Voga tényleg megmutatta a receptjét. És? Egy perc alatt kikevert egy olyan kenyértésztát, amit megsütöttem, és zseniális lett. Azt átküldted a képet. És semmi gép nem kell hozzá az égvilágon. Csak a Voga. Hát nem csak a Voga, de hát ezt megtanulod, ez nem egy ördöngös. Még gyúrni se kell nagyon, mert jó fosztósan lehet az ilyen szálasan a tésztát beleönteni, jó lucskosan, 40 perc is kész, és olyan a kenyér, olyat még nem ettél. Hát akkor mindenkinél marad a kenyérsütő. Ez most elrontottam mi. Kicsit. Jó, még lehet, hogy visszatérünk a fűszer csomagra, ugye? Mm-hmm. Hogyha érdekli az embert, vagy a lekvár, vagy a méz, illetve a porcelánkészlet, hanem nem. Igen. És én már elvesztem itt, igen, valahol a, igen, műszaki, igen, cikkek, igen, tengerében amúgy. Igen. Illetve hát Gyuri, te akartad ezt a játékot, és most gyere, légy szíves, ásd bele magad az SMS-ekbe. Jött egy fél pár zokni. Na, jövünk vissza Horthy Gáborral, futball téma, és hogy az év vége után sok mindent meg kell beszélnünk. Egyrészt a VB után melyik játékosok azok, akik ezen nagyon nagyot nyertek? Aha, akiknek mondjuk a saját karrierjében is ettől elindul valami, hogy a válogatottjával nagyon húzott. Pontosan. Aztán a CR7 nagyon-nagyon sokáig küzdött ellene, mégis kénytelen volt eladni magát az araboknak, én legalábbis így látom, uh-huh, és itt az új csapatáról fog egy picit beszélni a Gábor. A Saudi, még a nevét sem tudom, Al-Nassr vagy Nassr, Al-Mar, vagy... De hát ez az eladta magát, ennek olyan rossz íze van ennek az eladta magátnak. Azért hát pénzért ment oda, úgyhogy eladta magát. Sokkal többről szól, és nem is volt nagyon más lehetősége. Szóval. Nem volt egyáltalán más lehetősége, ez volt a nagy baj. És hát ugye elhunyt Pelé, és ez talán a legfontosabb és legszomorúbb hír, és a legendáról is fogunk beszélni Horthy Gáborral. 9:10 van, jó reggelt, újra jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, és itt van a Lacink. Hello. Jó reggelt, sziasztok. Ami Gyurink is. Jó reggelt, sziasztok. Hello, szia Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, jó reggelt. Kis időeltolódás, kis jetlag, ott van még valahol? Nincs. Nincs, jó. Nincs. Okay. Legalábbis... Hát végül is embertelen korán kell kelni, így is, úgy is, tehát ez igen, nagyjából. Igen. Na, látom, hogy ez a mexikói börtön kiszabadítás, ez nagyon tetszett, Gyuri. Igen, ez egy akciófilmes volt. Aztán igen, itt a végén napszemüvegben írt egy rendőr, hogy mennyire megijedt ettől az egésztől. Hogy abra következtetünk hang nélkül, hogy az ő volt, szóval, hogy komoly. Azért nem sem ilyen páncírozott autókkal betörnek egy börtönbe, és 24 rab kiszabadult. Valószínűleg csak egyet akartak, de jött velük még 23. Azok majd valahogy köszönetet mondanak. Azért ezek a mexikói hát, igen, körülmények. De nem gondolták túl. Neki mennek a falnak, az a fal le fog dőlni. De ez a fix. Nem érdemes kanálkával ásni alagutat. Nem, meg helikopterrel, meg mindenféle túlbonyolítani. Neki a falnak. Igen, ott az a baj, egyébként most ezen nevetünk, hogy egyből ki is végeztek egy csomó őrt, tehát itt sok halálos áldozat volt sajnos. Ja, na jó, de hát ez itt így megy. Na nézzük itt még a fűszerekre. Még mindig van mézlekvár, és nem csak egy forrásból. Na. Beszéltél a fűszeressel?
Nem, még nem beszéltem vele. Pedig ez volt a feladatod. Még várok egy csomó mindenkit itt. Most annyira rákaptak a fűszerre, figyelj, hogy először szeretném, hogy egy komoly repertoár lenne, amit fel tudok kínálni. Ugye a porcelán kávés készlet volt érte, akkor a hajszárítós vagyok. Engem érdekelne a kenyérsütő, illetve a rizsfőző. Szuper. Szerintem te ezt elengedted, Gyuri. Dehogy, nem. Mintha egy kicsit, igen. Ja. Fűszerekre adnék lekvárt és mézet. Melinda, oké, te is. Akkor sziasztok, bujék, a JBL érte egy egyórás repülést kínálok Fertőszent Miklósról. Nem hangzik rosszul, hogyha érdekelné. Igen, igen. És az indító funkció akutöltőt elcserélni meg pizzasütőre. Mm-hmm. Gyerekek, most már azt nézem, hogy van-e még valami. Nem, Gyuri, ezt a fűszeres még játsz le, jó? Jó, valaki kérdezi, jó. Hogy hanyas méretű a mamusz, ezt hagyjuk most már. Csak úgy belefér-e a fűszer. Na jó, 2023-ban köszöntsük újra, és 2023-ban először. Valaki így csinálja. Kovács passzol, Kese támad, és gól. Valaki így. Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli! Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor. Bujék, boldog új évet, szia Gábor! Boldog új éveteket kívánom, mindannyiótoknak, szervusztok, ugye jól vagytok. És minden. Így van, nagyon jól egyébként. Na jól van. Tényleg jól vagyunk, neked jól teltek az ünnepek, nem etted túl magad, nem ittad túl magad, remélem. Hát ezzel az utóbbi kettővel most nem nagyon nyilatkoznék ezzel kapcsolatban. Szilveszterkor Bíborka kislányommal a Gellért-hegyen ásorogtunk, és néztük, hogy hogyan gyulladt fel a város. De hát az semmi ahhoz képest, ami Nápolyban volt. Láttátok ezt a felvételt? Hát én Nápolyt nem láttam, én Berlint láttam, és Németországban most a szilveszteri események hatására új törvényeket akarnak hozni, mert gyakorlatilag háború volt Berlinben a rendőrökkel, és elképesztő. Hát Nápolyban ugyanez? Nápolyban nem, ott a város felett mozgó valamiből készítettek képet, hát ott aztán teljesen fölgyulladt. Egyébként megdöbbenve tapasztalom én is, bocsánat, amit mondasz, hogy hát Berlinben a rendőrökre lőtték a rakétát. Meg a tűzoltókra, meg a mentőkre. Rendesen háborús állapotok voltak, és itt a német politikusok most először, ami szintén náluk majdnem szentségtörés, azon gondolkoznak, hogy betiltsák az összes ilyen petárdát és mindent, tehát hogy most ennek vége lesz Németországban. És pszichológusok elemzik, hogy mi vezethetett, és nem csak Berlinben, más német városban is, mi vezethetett pszichésen, vagy társadalmilag, vagy szociológiailag, vagy nem tudom, hogy elemezve, odáig, hogy ilyen helyzet kialakuljon szilveszterkor, amikor az ember ünnepelni megy ki. Igen, igen. Nem értik. Itt már a németek kezdik pedzegetni, hogy ott a migráns vonulat egy picit, mint hogyha erősebben lett volna jelen ezeknél az eseteknél. Igen, ezt még nem igen, láttam. Igen. Hát konkrétan nyakon lőtték a rendőröket petárdával, meg rakétával. Hát az életükért futottak a rendőrök. Abszolút, nem mondták is. Hát, azt mondták, hogy egyszerűen halálfélelmük volt. Azt nyilatkoztak a tévében a rendőrök. Elképesztő, ami volt. Ja, és mellesleg egy pár autó fölgyulladt, és a tűzoltók is kaptak. Mindenki. Aki kimozdult és egy hivatalos ruhában volt, az mindenki kapott egyet. Hát látom, egy mentőautót éppen repült felé egy ilyen tűzoltó készülék, és betörte a szélvédőt. Hát hihetetlen. Na jó. Nem hiszem. Na, oké. Így van. Mi új évünk, a mi szilveszterünk ennél boldogabb volt, akkor menjünk rá a focira. Nem tudom, hol kezdjük, mert három fő témánk van itt, ugye? Igen. Egyrészt a VB utáni, hát nem tudom, lendület. Ki kapott lendületet itt a játékosok közül? Melyik csapat játékosa? Kik voltak a nyertesei a VB-nek? Ami biztos, hogy Cody Gakpo, aki a holland válogatottban játszott, ő már majd még játszik, amikor meghívják. Ő már célba ért, mert ez a hát tegnap este elég rosszul teljesíti, Liverpool leigazolta őt. Csak azt nem tudja senki sem, hogy miért előre igazolnak, amikor hátul olyan rosszak, hogy a Van Dijk-ot, tudod, azt a nagyon jó kiállású magas embert fél időben a védelem közepéről a fél időben lecsavarta Jürgen Klopp. Úgyhogy ő már biztos, hogy célba ért. Akkor itt emlegetik az argentin válogatottnak a fiatal játékosát, Enzo Fernández, akivel kapcsolatban hát megint elröpült, megint agymenést kaptak a klubok. 112 milliótól 130 millió euróig fizetnének. Ilyen, hogy Chelsea, Liverpool, Real Madrid, mindenki. Úgyhogy az argentinok azok most nagyon-nagyon elindultak. Egy bizonyos
mindjárt mondom a nevét, de hát várj, most tudítom egy csomót. Az Enzo Fernándezt mondtam, meg volt még egy másik fickó is, aki nagyon-nagyon benne van a látcsőben, és... Messi? Enzo Fernández. Egyébként nem beszélsz Laci rosszat, mert a Messit meg az Al Nassr vinni, és ezzel beleugrunk a másik témába, ugye Cristiano Ronaldónak az új klubja, hát fantasztikus tervet szöveget, mert ugye Ramoszt is a Paris Saint-Germainből oda akarja vinni. És ami a legfrissebb hír, hogy CR-nek, Cristiano Ronaldónak a szerződésében szerepel egy olyan rovat az Al Nassrnál, hogyha esetleg valamelyik a klubtulajdonos hatása alatt álló európai klub följut a Bajnokok Ligájába, akkor automatikusan átléphet. És az Al Nassr gazdái a Newcastle Unitedben is érdekeltek. Wow! Na, ez egy érdekes fordulat, igen, mert szegény Ronaldót ugye most elkezdték újra csesztetni, hogy annak idején a Piers Morgannek adott interjújában ő gyakorlatilag azt mondta helyeselve Piers Morgan kérdésére, hogy igen, ő nem fogadna el sok pénzt az arab kluboktól, hanem sokkal inkább egy Bajnokok Ligája csapatban játszana. És akkor ezért ezt most beidézték, ugye, hogy a Ronaldo látod, akkor hazudott. De hát holott nem volt már más választása. És most amit elmondtál, ez azért érdekes, Gábor, mert hogyha ennek a tulajdonosnak van a Bajnokok Ligájában játszó európai csapata is, akkor ő, mint tulajdonos, kötelezheti a csapatot, hogy vegyétek oda Ronaldót, és pedig az edző ellene van? A szerződésben az áll, hogy ez a kapu nyitott. Wow. Megteheti. Hát ez tényleg az utolsó lehetősége. Nem, ez én tudod, hogy én nagyon sajnálom őt, tehát én nagyon mellette vagyok. Hát már 2015-ben arról beszélt, hogy Amerika, fúj, Arábia, fúj, Dubaj, fúj. Hát 2023-ban meg, igen, jó lesz ez a 200 millió. Gábor, nem volt más választása. Hát ő szerintem harmad ennyi pénzért, vagy tizenennyi pénzért ment volna el egy Bajnokok Ligája csapathoz. Csak nem kellett sehová. Hát ezt mondom, akkor miért fúj? Hát, hogy valahova mennie kell, akkor maradjon otthon. Hát persze, hogy ő mondta, de ha nem kap más ajánlatot, hova menjen? Hát akkor üljön otthon, hagyja abba. Hagyja abba. Amit akar egy tévéműsorba, de tényleg. Most már én is így vagyok, most már én is Ronaldos leszek, tényleg Gábor fölbosszantasz. Úristen, ne haragudjatok, és még csak harmadikát írunk az évben, nem? Nem, úgy beszélünk, mint hogy a Ronaldo meg, tehát csinált volna a szájából. Nem ezt tette. Nem ezt tette, hanem egyszerűen ő az utolsó utáni pillanatig kivárt, hogy ezt az ajánlatot ne fogadja el, hanem egy európai Bajnokok Ligájában játszó csapathoz tudjon szerződni. És sehol nem sikerült. A Paris Saint-Germain azért elég erősen kapacitálta őt. Tehát ha tudott volna, azért elmehetett volna kisebb csapatokhoz. Mikor kapacitálta a Paris Saint-Germain Ronaldo? Hát a tavaly nyáron. Hát mit összecirkuszoltak, hogy Messi meg majd Neymar meg és se áll. Tavaly nyáron még nem is állt úgy a szénája, hogy mehet. Hát pletykáltak róla. Beszéltek róla. Meg gondolom nem véletlen volt az, hogy ő majd ezt megcsinálja. Az, hogy bevonult ide Szaúd-Arábiába, rendben van, ez egy mensvár volt, de a közös ő elveivel nem összeegyeztethető. Amennyiben van más ajánlata, de nem volt más ajánlata. Itt egy, hogy ugye nem összeegyeztethető, akkor egyetlen egy választása lett volna Ronaldónak, az, hogy valóban, amit te mondasz, otthon marad, és kész, befejezi. Hát ezt mondjuk nem akarja, amit én megértek. Amerikába elmehetett volna, ott is följavította volna bármelyik klubnak az Instagramját, mint ahogy most az állnászod az Instagramját. Ja, tényleg. Ha mindenki boldogan néz, úristen, hol tart az állnászod. Mindenki arról, tessék, nézd meg, Magyarországon arról beszélünk, hogy mi a helyzet Szaúd-Arábiában. Hát mindenki ezzel foglalkozik. Jó, ez valószínűleg Ronaldo szempontjából kevésbé érdekes. Ő szeretne még valamilyen címet nyerni. Sőt, igazából Bajnokok Ligáját akar nyerni. És most megint abból fog állni, hogyha nem rúgják oda neki a labdát, akkor ott fog kiszteni. Remélem, hogy ebből fog állni. Hát miből álljon? Ja, és a Rudi Garcia nevezetű francia edző már valamilyen tréfával megkínálta, ennek nem jutottam utána, de már ott már elkezdődött a dörzsölődés. Mert a Rudi Garcia az Olympique Marseille-nél dolgozott, a Lyonnál is játszott, vagyis edzősködött Franciaországban, ez egy híres ember, és hát ő megragadta ezt a lehetőséget, Szaúd-Arábiát, erre oda hozzák neki a fő kavarógépet, és akkor most mit fog csinálni? Hát ha választani kell, akkor, hogy kit fognak kirúgni, Cristiano Ronaldót, vagy Rudi Garciát, akkor szerintetek kinek a feje fog hullani elsőnek a sivatag homokjába? A Rudi Garciáé.
Hát jó, hát ahhoz képest, hogy máig hall, vagy nem hallottam először, vagy ma hallom először a nevét, nem sajnálom a fejét. Hát a homokban én is a Ronaldo fejét ismerném meg, az biztos. De figyelj meg, Gábor, és egyébként az hogy van, hogy az egy dolog, hogy most az Al Nassr meg a Ronaldo megállapodik abban, hogyha a Newcastle följük mondjuk a BL-be, akkor átmegy oda játszani, de a BL-ehhez mit szól? Tehát, hogy a ilyen van. Miért ne? Hogy van kölcsönjátékos, lehet adni, venni, van ugye kölcsönadás az létezik, tehát van olyan. De ez a Gábor jobban tudja. Az UEFA-t az érdekli csak, hogy a nevezési listán ott szerepele Cristiano Ronaldo neve. Ő, hogy ott hogy kavar a két klub, hogy mit egyezkednek, ahhoz neki semmi köze. Ráadásul ugye az Arab Liga, meg az Európai Liga, hát különösebben nem függ egymástól. Tehát bármikor megteheti. Az ő tulajdona, azt mondja, mert tehát simán megoldható. És ez nagyon érdekes szituáció. Ez egy érdekes, a csapat, igen, a kérdés az, hogy a csapat mit szól hozzá. Gábor, mondjad, bocs, fejezd be nyugodtan. Meg még akkor ennyi erővel, hogyha oda viszik Messit, meg oda viszik Sergio Ramos-t, akkor őket is át lehet csomagolni a DHL-el, át lehet küldeni Newcastle-be, nem? És akkor ott már ott egy tip-top csapat. Csak az a kérdés, hogy az angol, a Newcastle szurkoló, meg azok, akik kikaparták a Bajnokok Ligája indulást, mit szólnak ahhoz, hogy jön itt három menő, és akkor ők meg mehetnek a bontóba. Hát ezt mondom, hogy a csapat mit szól, de el kéne mondani majd az arab tulajdonosnak, hogy ne csak csatárokat vegyen, tehát, hogy... Igen. Jó. Nem tudom, Messit és Ronaldot nem tudom elképzelni egy klubban, az nekem teljesen kizárt. Na mindegy, ennyit egyelőre erről, viszont beszéljünk tényleg az év legszomorúbb futball érintettségű eseményéről, ha lehet így fogalmazni, szegény Peléről. Igen, matematiképpen, és a Ravatalánál már nagyon sokan állnak sorban, és egy nagyon érdekes egyéniség ez a fickó, hát a világ egyik legjobb játékosának tartják, hanem a legjobb játékosának tartják, és mégis olyan érdekes a megítélésem, mert a nevével ellentétben olyan nagy dolgokra nem vállalkozott, hogy szívesen elment televíziós műsorokban, meg reklámozgatott, tehát nagyjából ugyanazt az ívet, már ezt a civil ívet járja, amit Lionel Messi, mert ő sem nagyon avatkozik bele. Ugye hát Brazíliában működött egy nagyon komoly diktatúra, és akkor, amikor erről kérdezték, hát akkor ő nem válaszolt ezekre, meg különböző ilyen kényes szituációba belesodorták, és lehet egyébként, hogy tökéletesen védekezett Pelé, és azt lehet mondani, hogy ő megmaradt így, aki a labdarúgásba az örömet hozta. Mert amikor 17 évesen a válogatottban gólt rúgott egy világbajnokságon, akkor olyan gyermeki mosollyal nevetett a világra, hogy mindenki azonnal szerelmes lett ebbe a fiúba, meg Brazíliába. Szerintem akik a világon a brazil csapatnak szurkolnak, azok mind Pelé miatt mágneseződtek meg. Abszolút, én is azt gondolom, hogy vannak nagy nevek a világ futballjában, tehát mit tudom, Puskás, Beckenbauer, és még lehet egy pár, de hogy Pelé valahogy mindenki fölött van, igen, szerintem a világ személy. Nem, ugye, és azért ne felejtsük, hogy ő az egyetlen, aki háromszor egymás után lett világbajnok. Így van. És most miközben hallgatlak téged, azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy ugye Maradónának is milyen szörnyű évek jutottak a életszakaszának utolsó részében, és hát Pelét is hogy megnyaggatta, ugye, vagy meggyötörte ez a francos betegség. Tehát nem az, hogy tudod, hogy úgy méltósággal elhunytak, hogy szeretteik körében, hanem nagyon keményen ütötte őket a sors, mind a kettőjüket. Ebben igazad van, azért Maradona sok mindent tett azért, ugye, hogy az egészsége rombolódjon, szegény Pelé kevésbé, és azért Pelét az aktív pályafutása után az egész világ hosszú-hosszú évtizedeken át a tenyerén hordozta. Tehát bizony. Minden, bárhova, ahova betette a lábát, ő tényleg egy ünnepelt istenség volt, lehet ezt mondani. És ne felejtsük el, hogy Magyarországon is ugye járt többször is, de ugye amikor forgatták azt a filmet, most a címét nem Menekülés a győzelembe. Pontosan. Az MTK pályán, és még Egervári Sándor is, Fülöp Ferenc is játszott Pelé ellen. Bizony. Állítólag, és a nagyon ügyetlen volt Sylvester Stallone, aki mindenhez ért, a labdarúgáshoz éppen nem, olyan szörnyű mutatványokat hozott meg, valakit megsérített, azt hiszem, Pelé egy ilyen rúgással kapcsolatban, talán pont Stallone volt az, és az MTK stadionban játszották azt a mérkőzést, ugye Michael Caine is szerepelt benne, csomó angol futballista, Osvaldo Ardiles is,
és Bobby Moore is ott futballozott, és teljesen megdöbbentem, amikor az utolsó zárójelenet volt, amikor ugye győzött a foglyoknak a csapata, és a szurkolók beözöllöttek a pályába, Strapper Farmerben vonultak a szurkolók. Nem mondom, hogy ilyen. De jó. És ez ugye a második világháborúban játszódik a történet, jól emlékszem? Igen. És az MTK pályát jelölték ki a mérkőzés színhelyének, és hát emlékszem, úgy menekültek meg a fiúk, hogy ugye itt a mexikói finom börtön szabadítással ellentétben ők alagutat ástak. Uh-huh. És az volt, hogy egy nagyon nagy medencében ugye lazultak a játékosok mindig, és itt a medence alá fúrtak, és beszakadt a rengeteg víz, és azon gondolkodtam, hogy úristen, mondom, az MTK-sok hogy fogják helyreállítani ezt a hatalmas nagy lukat a medencével kapcsolatban. Persze, jó film volt egyébként, egyszer nézhető volt, és hát az volt a történet, ugye, hogy a hadifoglyok azok kiállnak a németek ellen, és talán még Megszon Szidóvics játszott benne. Már nem tudom. Az ő karakterével ugye ő nem lehetett hadifoglyó, mert az a szőke, kékszem és a bajuszos, markáns, karakteres arcil az csak német parancsnokkal tudta őt emelni. Szóval járt itt Magyarországon többször, még láttam egy olyan képet is, amikor Törőcsik András és Kis Lászlóval a kezdőkörben áll, Puskás Öcsi bácsival ölelgették egymást rengeteg fotón, úgyhogy ők még talán beszélhettek is, mert ugye Öcsi bácsi spanyolul, és a portugál meg nem olyan messzi áll tőle. Pelének volt egy nagy missziója Amerikában, a New York Cosmosnál próbálta meg fellendíteni a labdarúgást. Nem a legjobb pillanatban érkezett, mert ugye akkor Beckenbauer is csapattárs volt, még talán Cruyff is játszott ott egy kicsit, bár ebben nem vagyok biztos, de nem sikerült első kísérlete föléreszteni az amerikai labdarúgást szemben a mostani állapotával, amikor ugye tízezrek mennek a stadionba a sztárok miatt. Igen, és hát ne felejtsük el, hogy Pelé ugye abban a korszakban volt, amikor a profi futball az még nem az a profi futball volt, mint ma, és az, hogy egyáltalán ő egy amerikai csapatnál tudta úgymond befejezni a karrierét Beckenbauerrel együtt, az egy különlegesség volt. Nekem még az jut eszembe Peléről, mert én láttam egyszer egy filmet az Adidas testvérekről, illetve hát a Dassler testvérekről, ugye, akinek a Adolf, azaz Adi, ugye csinálta az Adidast, és a Rudolf pedig a Pumát. Igen. És ők harcoltak egymás ellen, ugye évtizedeken keresztül, de hogy állítólag a Pumának a legnagyobb szerzeménye Pelé volt, hogy vele tudott megállapodni, és őt lekötném az Adidas, már kötötte le a sztárokat, és aztán a Pumának ez volt a visszavágás, hogy Pelét kötötte le. Az igen. Ami még számunkra egy kicsit úgy nehezen értelmezhető, ugye, hogy a Pelé a 70-es években volt nagyon ős. 70-es évek Magyarországon talán az emeletes házakban egy emeleten egy embernek volt tévé, és mindenki vitte magával a sámlit, és ott néztük ugye a meccseket. Igen. Nézhették, akiknek jutott. És aztán 77-ben, hogy visszavonult, utána jöttek ugyanaz emlékek, csak úgy darabokban, tehát egészében őt nem láthattuk a mérkőzésen. Világos, egyébként apropó emeletes ház, most ugye azt mondtad, fel van ravatalozva Pelé holtteste ugye abban a stadionban, ahol ő játszott rengetegszer, de hogy azokat a képeket láttam, hogy valami emeletes házban lesz eltemetve, erről mit tudsz? Ó, ezt nem tudom, ezt én is látom. Valami felhőkarcolónak a nem tudom, 9. emeletén lesz az ő sírhelye. Amit nem tudtam teljesen értelmezni, lehet, hogy ez egy brazil szokás, vagy ez valami Pantheon hírességeknek, nem tudom, de ezt majd még meg kell nézni, mert nem vagyok képben. Ezt én is láttam, és nem mertem beleugrani, én azt hittem, hogy ez a ház az övé. Legalább vidám vége lett ennek a beszélgetésnek. Ja. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hívunk majd. Köszönöm a lehetőséget. Köszi, szia, Horti Gábor. Hétről hétre lenyűgöz, hogy mennyit tudsz a fociról. Tényleg? Kösz, ha ez bármiféle őszinte volt ebben. Ági írja a JBL-es, hogy a férjét István nem tudjuk-e felhívni helyette. Sejtettem, hogy ez van háttérben. Most már nem, ugye? Ott tartunk. Igen, hogy... sajnos Ági, erre most már nem tudunk több időt. Önállóan kell kibékülnötök. Viszont jövünk vissza mindjárt a mai nap legjobb pillanataival, és ez egy nagyon érdekes momentum volt, még ilyen karácsonyi tematikájú lehet így mondani. A Last Christmas című dalról van szó, amit nem csak én akarunk ezek szerint eltüntetni, hanem egy svéd házaspár annyira berágtak, hogy elkezdtek gyűjteni pénzt, hogy 6 milliárdért megvegyék a jogait, hogy soha többé ne legyen. Na, hát
Hát 10 óra lesz 10 perc múlva. Látjátok, egyébként a sok-sok reklámok ellen prüszkölőnek elmondom, és elmondtam akkor is karácsony környékén, hogy majd januártól ez nagyon-nagyon hirtelen meg fog változni. Ilyenkor sokkal kevesebb a hirdetés, és látjátok, itt tartunk, hogy műsorzárás előtt tulajdonképpen 9 perccel nincs mondani valónk. Igen. 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 Igen, csak a karácsonyt kellett kibírni, és újra itt a régi életünk. Pontosan. Látod, Gyuri, most így kell gazdálkodni az idővel, így kell szerkesztői munkát majd investálni abba, hogy itt időben is helyén legyünk. Köszönöm, tesó, hogy megmutatod mindig a fényt. Követlek. Na, Anett, hát nem tudtuk kiszedni belőled. Nem, dehogy is. Pedig hogy próbálkoztunk? De majd 10 után. De majd 10 után, igen? Jössz beszámolni? Anett nagyon cuki egyébként, ő jön, és akkor elkezd mesélni. Például arról, azt, hogy mondjuk tegnap nem találta mondjuk a szegfűszeget, azt ilyen negyed órában tudod elmondani, ugye? Igen. Tehát, hogy ilyen nagyon körülményesen, sztorival, közbe kutya mit csinált, hogy láttad, tehát, hogy és akkor ő áll többnyire, vagy ülsz is? Nem, már ül. Most már ül, most igen, már ül, most tudom, már bátor. Igen, mert tudom, hogy hosszan tart. Igen, mert te tudod, mit fogsz mondani. Igen, igen. Amikor áll, akkor számíthatunk rá, hogy ez egy rövid stand-up lesz, tehát 4-5 perc, ha leül, az egy egész estés. És ne felejtsük el, hogy Anett olyat fog nekünk mondani, aminek a végére azt fogja mondani, hogy de ezt ne mondjátok el adásban. Igen, igen. És ti ebből most ki fogtok maradni, és biztos, hogy nyaggatni fogtok bennünket holnaptól, hogy mondjátok el, mit mondott Anett, és nem fogjuk, mert azért ennyire mi összetartunk. Igen. Persze, mondjuk a nagy részét így is elmondjuk adásban annak, amit kér, hogy ne. Én már el tudok úgy jönni, hogy Anett nem veszi észre, hogy miközben beszél hozzám. És hogy már nem vagy ott? Már nem vagyok ott. De úgy, hogy Anett beszél hozzád, és közben te kimész? Hát igen, mert itt néha elkezdődik egy megszólalás bent a stúdióban, és még a konyhában, én vagyok a hülye, felteszek kérdéseket Anettnek, elkezdünk beszélgetni, de aztán be kell jönni. Igen. Ja, és akkor ott hagyod, egyszerűen lefordulsz. Hát nagyon óvatosan, lassan. Kérdezel, és amikor elkezd válaszolni, akkor te elvesz. Igen, nincs rajta a szemüveg, akkor könnyebb. Na, gyerekek, még egy pár búcsú. SMS, köszönjük ezt a felgeteges évkezdést, Isten királyok, hoztátok a megszokott magas színvonalat, viszlát holnap reggel 6.08. Tonyó, Tonyó, találkozzunk, aztán nem ragyog a nap, de bolond vagyok, és áldozat is Laca Biáról, és svéd tahók. Van egy ilyen is, svéd tahók. Rendben van, Gyulásnak Balázs következik most. Nem, kiderült, itt Ati mondta az előbb, hogy Iza érkezik, úgyhogy ez most egy... Iza érkezik, mert Gyulát igen. Látom, tehát most Gyulát is bejelenthettem volna. Jó, gyerekek, nem tudjuk, hogy mi van, lehet, hogy a Gyula lesz most 10-től. Készüljetek fel. Nekünk a Gyulával most ügyünk van, amúgy is. Mi Izát kívánjuk nektek, de lehet, hogy Gyula lesz. Fogadjátok őt is szeretettel. Bárki jön. Ugyanolyan kedvesen írjatok. Bárki jön, így van. Na jó, akkor mi megyünk Anett sztorizni, ne felejtsétek, és amúgy jövünk vissza holnap reggel 6.08. Viszlát!